Minden hétköznap reggel 6-kor, akár esik, akár fúj, lehet méteres hó vagy 40 fokos nyári hőség. A Morning Show elindul, és vele együtt ébred az ország. Közel 2 millió ember örül annak, amikor meghallja. Morning Show! Együtt ébredünk. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Honnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, hello. Hello. Drága hallgatók, hát mindjárt kaptok a tapsot is, ott van. Na, eztek. Na, osszátok be. Ezt egészen osszátok be 10 óráig, így van. Itt vagyunk, szerda van, ugye tegnap átugrottuk a hétfőt, azonnal keddel kezdtünk, és ez már így viszont egészen jó. Így van. Egészen jó, szerda, ugye az a holdpont, és aztán megyünk szépen a hétvégébe. Most kezdeményezni fogunk egyébként a héten egy aláírásgyűjtést, utána pedig természetesen egy népszavazás, és így, hogy ez így maradjon így. Hogy mindig kedvekezzünk? Igen, tehát hogy 4 napos heteink legyenek. El tudnám viselni egyébként, baráti nem megoldás, ez a 3 pihi, 4 dolgi, nem? 4 dolgi, 3 pihi, 4 dolgi. Három az pihi, a baj, hogy nem tudsz közepét találni, mert a János mindig elmondja ilyenkor szerdán, azért jó, mert 8-tól mi már kifelé megyünk. Csak itt nincsen közép. Na. De nem baj, hát ha viszont egyel kevesebb van, akkor odaadjuk a közepet. Nyilván. Jó, egy kicsit majd szívjuk a fogunkat, de azért csak belemegyünk valahogy. Valahogy ezt a dolgot megoldjuk, igen. Viszont nem tudtam, hogy milyen a reggel, nem néztem fokot, hány fok van, mivel ijeszgessük azokat, akik most indulnak. Hűvös a reggel? Én nem éreztem, mert beszálltam a kocsimba, aztán jöttem, nem tudom, nem figyeltem most. Nem meleg, de nem olyan hűvös, mint például tegnap. Igen? Aha. És hétvégére pedig ilyen 20 fokokat mondanak. Esőt nem, szelet nem, 20 fokot igen. De mi a Verdába kiégett az a izó, ami a hőmérőt világítja minden, meg? Minden reggel lecsekkolom, megnézem, kidugom a kezem, kidugom a lábam, mindent kidugok az ablakon, de nem, valahogy most így hallgattam, meg zenét hallgattam, meg gondolkodtam, meg megfejtettem az élet nagy dolgait, és most jöttem rá, hogy elfejtettem ránézni a hőmérőre. Se a benzinmutató, se a hőmérő, semmi. Csak úgy begurultam. Nem tudom, hány fok van, nem tudom, milyen idő van. Semmit nem tudom. Annyira végtelenül menő lenne, hogyha az autónak a műszerfalán oda lenne szépen ilyen kétoldalú ragasztóval erősítve egy ilyen menyecske és legény, meg kis ház. Mindig ki jön ki. Nem? Igen, a fiú jön ki, vagy a lány jön ki. Hogy volt, hogy a barométer mutatta, hogy a lány jön ki, vihar, ha fiú, valami volt, nem? Hogy érezte a nyomás különbséget. Fiú volt a rossz? Fiú volt a rossz idő, lánya jó. És a menyecske volt a jó. Igen, volt ilyenem. Ugye jó, dekoltázsra kijött a kis szoknyába. De Amsterdamban lehet kapni egy másik változatot is. Ott kik jönnek ki? Ott a fiú a jó és a lány a rossz. Ó, hát az akkor hozom. De az egy nem időjárás függő, az egy liberálisabb, függő. Igen, egy liberálisabb változat, ugye ennek a kis házikonak. Nem volt túl bonyolult a szerkezet, mert ugye ott a őtágulás elvére alapulva egy ilyen kis rugócska volt benne. Hát mint a barométer tulajdonképpen, ugyanígy ott is egy rugó mozgatja a hőmérő irányszálát, nem? Igen. Tehát ahogy tágul a hő, érzékeli, hogy most alacsony légnyomás, magas légnyomás, mit tudom én, most nyilván 6 hülyeséget mondom egy mondaton belül. De blöffnek jó volt. Tehát aki nem tudja, hogy működik, annak ez most átment. Aki tudja, az meg ne írja meg, hogy hülyeséget mondtam. Nekünk van egy ilyen nagy családi barométerünk, ami nem olyan túl nagy, de a nagy muterja a kedvesemnek, a feleségemnek, Monikának, ugye mindig ezzel rohangált, éjjel-nappal ott volt a kezébe. Volt. Igen, és ő minden egyes ilyen kis napi tevékenységét, azaz napit, azt ahhoz igazította, hogy éppen az a barométer mit mutatott. Jézusom, de mindig ránézett, és aha, akkor... Aha, hát és majdnem megírta a 100 évet, tehát olyan nagy hülyeség nem lehetett a dolog, ő mindig úgy odafigyelt ezekre a dolgokra. Tehát, ha kiment kapálni a kertbe, akkor kitette nem maga. Ki. Nem ment ki. Aha, ha ő kiment, nem, hogy fúrjára teregetni. A hosszú élet egyik titka egyébként. Ja, hogy nem kell kapálni. Legalábbis szerint is bejött neki. És a főzéshez is, hogyha fiú áként, akkor bableves, ha lány, akkor húsleves? Valahogy így. Igen. Az jó. Jó időben könnyed étel, hideg időben kicsit nehezebbet. Valahogy. És figyelte, odafigyelt ezekre a dolgokra, és akkor így. Így működött is, mondom, majdnem 100 évig élt. De van ilyen direkt kézi barométer, amit itt tudsz? Nem, egy ízében egy kis kézi kocsival húztam a maga után. Meteorológiai állomást. Tényleg, azóta ott is van nálunk, most az ablakba szépen eltettük ilyen emléknek, és egész jó működik a dolog. Mondjuk, nyugtass meg, Mónika, nem hordja. Nem. Jó.
Nem. Azért az igen, az megyünk-e kirándulni a hétvégén? Nézzük meg, hogy ki áll elől, a néni vagy a bácsi. Nézem ezeket az a legidősebb embereket, hogy ha már a 100 évet említette gyerekek, én nem tudom, hogy akarnám. Szóval, hogy egy csomószor néztem őket, ugye most éppen meghalt a legidősebb, aki már akkor nem a legidősebb, hanem akkor most már új legidősebb van, ezeket hogy találják meg egyből, egyébként nem tudom. Van egy ilyen napló, ahol nyilván tartják őket? Tehát a világ összes idős embere benne van ebben, és akkor mindig lépkednek előre, ha valaki a tetején meghal. Törlés. Mert ugye azonnal meghal valaki, azonnal kihirdetik az újat. Tudják? Hát valószínűleg igen. Hogy indul el a dolog? Hogy volt egy bizottság, aki felmérte, bejárt az összes Kis-sziget, Nagy-sziget, Vanuatu-sziget, nem tudom, minden megnézett, Japánt, és megkereste a legidősebb embert. Majd az egyik meghal, jön a másik legidősebb. De azonnal elmondják, hogy a 112 éves meghalt, most már a 109 éves Nang Xiaoping, nem tudom, Japán lakosa Hokkaidón lakik, és ő a legidősebb. Ezt egyet hogy csinálják? Kettő, hogy akarnék eddig élni, ezzel indítottam a dolgot. Mert hát ugye, akik olyan mögött egyenek, nem vagyok azok ráadásul ellenet szurkolnak egy kicsit. Na így van. Hogy ők többi... legyenek a lista elsők. A fene se akarna úgy élni, hogy 406 éves azon drukkol, hogy én még meghalljak. Nem? És mert akkor ő lesz az első. Igen. És aki most halt meg, azt hiszem ő 118 éves volt. Jézus, tehát 3 évszázadot élt, mert ugye 1897-ben született, talán 98, 20. század végérte, és a mostaniba belekóstolt még 15 évet. Azért is érdekes, mert mondta, hogy az 1897 az nem biztos. Ugye, hát ki a franc emlékszik már rá, tehát egyetlen egy olyan élő ember azért nincs, akinek köze volt a te születésedhez, sőt generációk haltak ki azóta. Na de dokumentum csak van. Hát akkoriban szerintem azért van nagyon dokumentálták hát még? Hát nagyon nem feltétlenül írták. Hát emlékszem, hogy még például az én nagyanyám is mondta, hogy vagy március 6 vagy 8, amikor ő született, nem mindenki tudja, mert egyébként az édesapja az olyankor elment, megittak egy valamit az örömre, egészséges a lánygyerek, hurrá. Tehát, hogy azt se tudod. Az meg egy más kérdés, amikor az utolsó 118 éves korodig élsz, akkor 90-től még azért van 28 év. Na ez az. És már 90 éves vagy. És láttam őket, körülállja a család, nagyon cuki. Én azt láttam, hogy a családnak mindig nagyobb öröm, mint annak, aki itt éppen ünnepelnek, mert ő szegényként már nem biztos, hogy mindig tudja, hogy hol van, ki ez a sok arról ember. Arról mesélje mama, amikor a vasárnapi újságban olvasott róla, hogy a junkerek nem tudták megvédeni a télapja alatt állt a proletároktól. Igen, amikor... igen. Tehát tényleg mit lát? Tehát első, második világháború, őszirózsás forradalom. Nagyon durva. Minden nagyon durva. De hogy a bizottság tagjai honnan tudják, hogy hol a következő? Szólnak, hogy mama, ön már fellépett a második helyre. Bármikor jöhetünk, és a nyakába akaszhatunk egy érmet. Tartson ki, mert ő most a második. És aztán ez csak első lesz. Ha éppen a legidősebb meghal. Hogy a fenébe tudják, hogy hol van? Most hogy tudják, hogy most ő a legidősebb, és mögötte már kit kell meghirdetni, vagy kihirdetni, ha esetleg, ne adj Isten, most holnap meghal a legidősebb, akit most kihirdettek. Honnan tudják? Én nem gondolkozhatok még ezen? Csak van egy lista, nem? Egy amire csip van beépít a bőrök alá, és jel ez a csip? GPS-en követik őket. Elmozdul 2 métert, fogjátok, hogy ha felindult, gurul, siet. De ez ilyen hülyeségen gondolkozom, de mindig ezen gondolkozom, hogy látok egy hírt, akkor mögé látni. Vagy jelentkezel rá? Bocsánat, 111 évesek. Láttam egy radóban, most a 109 éves ünneplik, elnézést, itt vagyok. Bocsánat, és oldalba lököd a papert, hogy öreg, én vagyok. Szerintem várok, hogy meghalljon, tehát most akkor én vagyok a legidősebb. Szerintem választások után, amikor jön az új polgimester, akkor biztos, hogy az egyik első dolga az, hogy gyerünk, megkeres a legidősebbet a kerületben. Be kell kerülnünk valahogy a híradóba. Tehát, hogyha abban a kerületben él a város legidősebb embere, vagy a kerület legidősebb embere, hát ez a rendszerektől független dolog, hogyha belegondoltak, mindig van a híradóba olyan, hogy mit tudom én, az újpesti, a kőbányai, a nem tudom milyen, a pesztentlőrinci polgármester felköszöntötte a kerület legidősebb lakosát. Igen, akkor, de azt akkor tudja, akkor azt tudják. Azt hiszem, hogy főhelyen van az a mappa. Na jó, csak országon belül oké, de hogy itt világon belül találják meg, és az egyik tényleg Vanuatu sziget, meg a bekerülni. Japánból szedik elő, aztán egy kínai drángatnak elő, aki legidősebb, aztán hoznak, nem tudom, egy dél-amerikait, aztán jó, megint egy japán. Nem tartja senki hiteles. Az is igaz, hogy... nem is látsz. Igen, 80 éves kínai simán mondhat magáról 110, soha nem kérdezett, nem kerülnek elő a papírok. Na, ez érdekes dolog. Most kilépett a helyébe, tudjuk? Hát valami ilyen nagyon fiatalos 110-es. Most egy 110. A 118-al az azt hiszem ilyen világrekord is volt, talán aki most elhunyt, nem tudom pontosan. Azt hiszem 117 vagy 118, de őre nagyon büszkék voltak, mert ezt talán még soha most nem egy ilyen 110-es csitri, csak így jön a semmiből. És befutott, igen. Azt írja az internet, hogy egy 115 éves Detroit környékén élő nő lehet a világ legidősebb személye, miután hétfőn elhunyt a 116 éves. Most, és már azonnal fölléptették de a Detroitit. Egyelőre nem találja a születési anyakönyvi kivonatát, mert valóban elkövette. Igen, és azonnal megvan a detroiti.
És utána jön majd egy Kansas-i, jön majd egy arizonai, jön majd egy honsúi. De hogy a fenébe van ez? Nem is értem. Csak vizsgálják őket, hogy mitől élnek ilyen sokáig, vajon? Tudósok, kutatók, azért ez érdekes, nem gyerekek, hogy ez egy 80 év. Ez az, amit megkérdeznek tőlük, szerintem hetente 10-szer. Valószínűleg a nagy részük ebbe is hal bele. Á, rohadt téved. Már megint egy gyarmas. Már megint egy rohadt újságírói kérdés. Mama, mi a titka? De egyébként, hogy a fenébe csinálják? Nem nyilatkozok azt. Igen, azt, hogy nem hallgatok, hülye kérdéseket nem hallgatok meg. Egyrészt ez izgalmas dolog. Mert hogy vizsgálják genetikailag őket, hogy nincs bennük valami öreg sejtett falógén, amit ha átültethetnének belénk, akkor élhetnénk. Még az valaki aztán 105 évig tudsz élni, belemennél, tessék? Attól függ, milyen az utolsó 25. Igen, az életminőség. Tehát 90-től 100. Nem az van, hogy 60 évesen megőrzöd a 60 éveset, és még úgy 60, hanem 90, 100, 105. Tudsz-e magadról, azért a minőség az nem mindegy, hogy hogy éled meg, bár akik ilyen sokat élnek, azok így viszonylag jól csinálják még az utolsó pár évet is, tehát aki azt hiszem most is elhunyt, ő is így szellemileg például tök friss volt. Szerintem a következő évi születésnap az, ami áthúzza őket mindig. Ezt még megvárom. Hát, ha az már csak kitarta lesz, a rohadt életben 20 éve puncsot hoznak. Százszor elmondtam már, hogy nem szeretem a puncstortát, igen. Na mindegy, ezek izgalmas dolgok. Hát, mi remélem nem kerülünk föl azért. Én azért remélem, most. Igen. Igen? Fel akarsz kerülni? Igen. Mennyi idővel egy? Nagy kényeztessen. De most már mindenki elmegy, akkor kiszállok a székből, és átkapcsolok valami felnőtt csatornára. Tudod, akik meg eljátszom nekik. Jaj, rányom! Igen, és utána hirtelen megfiatalodsz. Riporter lány, jöjjön csak ide, üljön csak a térdemre. Na mindegy, apáknak mindenki elnézi a fogdosást egyébként. Nem tudom, hogy szeretitek el. Téged szájba várnának, biztos abban az első pillanatban megfordulom a fejed háromszor. Papának elnézni. Jaj, még milyen fickos. Jó, pont egy hete beszéltük, vagy két hete, hogy most már olyan gyógyszerek lesznek, amivel tudják az életminőséget, igen, meg a host nyújtani. Tehát elképzelhető, hogy Jani már 130-al fog bekerülni a legöregebb. De már hozzák ezeket a gyógyszereket, amivel majd tovább fogunk élni? Két hete beszéltük, azt hiszem, igen, ezt a hírt pont, hogy lesznek ilyen kis gyógyszerek, amik az öregedést lassítják, a géneket segítik, ha mit tudom én mit. Lehet, hogy 130-al fog a listára kerülni. Fie, van még 80 éved odáig. Mondjuk az kemény. Az kemény, hogy mondjuk még egy 80-as. Azért az egy teljes élet. A Jancsi bácsi, jó minőségű édességek, igen. Na, képzeljétek el, igen, hogy tegnap ilyen olyan végtelenül menő dolgot láttam, hogy rögtön meg kellett hoztanom Ferenccel, mert tudom, hogy a sportautók, vagy a sportos autók nagy kedvelője, nagy rajongója. Sétálgattam a Váci úton, és az elmű előtt megláttam egy autókát tankolni. Hát, hogyha valaki azt gondolja, vagy úgy emlékszik, hogy ott nem nagyon van benzinkút, az jól gondolja, mert hogy ez valójában nem egy benzinkút, ez egy elektromos autó. Elektromos töltőállomás, ez most már több helyen van a városban. És hát ugye ez az elektromos autó, ez nem úgy él, ahogy mondjuk sok emlékezetében élnek az elektromos autók. Kénytelen voltam utána is nézni a dolognak. Hát ez az autóka így minden extrával felszerelve olyan 100 000 euróban áll meg, és 4,4 másodperc alatt gyorsul fel 100-ra, és mindenki térdre van tőle esve, hogy mennyire partiban van egyébként a benzines verdákkal. Annyira menőn nézett ki, hogy ott állt, és egy kábellel össze volt kötve ezzel a idézőjeles kúttal, hogy döbbenet. Jaguar, vagy mi ez? Nem, egy Tesla. Tesla. Ők fejlesztenek nagyon ebben az irányban, és valóban ilyen 4,4 másodperc van Tesláiknál, és hát odaállsz a kis benzinkúthoz, és azt hiszem ráadásul ez a városi tankoló, ez ingyenes. Tehát te bemész a munkahelyedre a 100 000-es eurós autóddal, ugye megvan mindenki előtt ez a kép, tehát ez lesz a jövő, és ha egy ilyen benzinkút, illetve villanykút van a munkahelyed előtt, odaállsz, rádugod, és megy bele az áram. Óriási. És ez fele-fele? Tehát, hogy ez fele elektromon, tehát ez ilyen... Nem. Vagy ez full, már teljes full ez nem, ezek nem hibridek, tehát, hogy ez már full. Én ezeket annyira nem vágok. Ezek kilométer korlátozás van ezzel az a baj, ezzel az elektromos dologgal. Hát, attól függ, hogy felé kétszer állsz megtölteni. Igen. Az a baj, hogy nyomod, az ideális autó, nyilván nem ilyet veszel egyébként, az ideális az egy második autó arra, hogy bevidd a gyereket reggel az iskolába, elmenj a munkahelyedre, bevásároljál, visszafele megted ugyanezt a kört, és hazamenj vele. Erre nagyon jó mondjuk, az elektromos autó. Ez mondjuk ez a Tesla második autó, ezt fogadjon már örökbe. Hát, na ez az. Szólított papának. Igen, hogy bárminek csak én legyek. Ahogy akarja, úgy szólít. Nagyon jó. Hát most mondd meg, Vali,
ez az autó, ez azért elég jól néz ki. Szép, tehát, hogy elég rendben van. Először mondom, a kábel alapján azt hittem, hogy nem mondom, biztosan leeresztett abból a hátsó. És itt mondom, hogy meg én is nyomlék szöget a kereket, de nem. Nem. Éppen akkor tankolt. Én szeretem azért, hogy egy sportautónak van hangja, azért ott van egy V8-as, ott van azért egy... Most azon dolgoznak, hogy olyan hangszórót szereljenek ezekbe, ami adja a motor hangot. Igen, szóval én ültem ilyen elektromos autóba, hát szörnyű. Tehát mint a Dodge-ben ülnél egyébként. Semmi. Tehát nulla hang tényleg, de a hibridek is már rettenetesen halkak, csak az egésznek nincs meg az autózás élménye. Tehát sportautóból az olyan, mint a guminő, nem? Vagy az alkoholmentes sör. Tehát vagy legyen egy jó sportautód és egy elektromos autód, vagy de sportautó, ami elektromos, az egy picit fura. Az egy picit fura. De ez a jövő, hát a Teslások nagyon nyomulnak. Nagyon durva, és egy az egyik szaklapon, pontosan internetes szaklapon, a Totálkának az oldalán találtam is egy cikket, ami pont erről a típusról szólt, és írták a cikkben, hogy 0-ról 40-re úgy gyorsul, hogy utána el kell menned, hogy egy gerinc specialistához. Annyira erős? Igen. Tehát, hogy százon azért már a nagyobbak, komolyabbak, mit tudom én, egy Ferrari, vagy mondjuk egy Maserati azért már oda pirít neki, de 0-ról 40-re úgy gyorsul, hogyha nem szólsz előre az utasnak, akkor... Hát az jó, az akkor lehet, hogy együtt ment. Igaz, hogy igen, csak... 50-es tábláig tudsz gyorsulni. Az a városban tudsz. Többel kész. Lámpától lámpáig. Egy ideig utána nem headbangelnénk. Igen. Hát ez mindenképpen jó egyébként. A hosszú távú utazás még. Otthon is tudod, többféle van, gyors töltő hozzá, meg minden. Egy baj van, amit te mondtál, hogy Siófokig még oké. Uh-huh. Esetleg az benne van, de ott akkor óvatosan mentél vele. Tehát ha Siófokra le akarsz menni, akkor 70 a vége, és ott, hogy föl tudod-e tölteni, hogy tovább menjél mondjuk Zalaegerszegre, az már nagy kérdés. De szerintem építik a hálózatot. Meg ha használod mondjuk egy nyilvános helyen a gyors töltőt, ami az autóhoz van, annak már nem örülnek annyira, mert itt még most én bemegyek bárhol, ahogy be is szoktam menni, és el is bedukatom a telefonomat, annak ne otthon fogyjon az ára, persze, hogy tudod, bedukatom a Teslámat. Persze, mi az? Na itt áll ki. Igen. Na jó, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. 1-0 óvás volt tegnap, ugye? Óvással vezetünk 1-0-ra. Igen, óvtunk, és végül is igazunk le. Tekértett ki a sólyom szemet, azt én hiszem, voltam. És akkor van még 2 sólyom szemünk a hétre. És még van 2 challenge-ünk, így van. Úgyhogy... lehet jelentkezni játékra. Jó, drága hallgatók, írjatok nyugodtan SMS-t, ha valaki játszana velünk, és igen, ők írjanak SMS-t. Fél hét van pontosan, Ákos hírei után jövünk a játékkal azonnal. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 3 percen. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk egy jó kis 5 dal után. Hát figyelj, elképesztő volt, gyerek. Egyszerűen. Nagyon jó volt, nagyon szerettük az eredetét. Trafi Miskolc József Attila. Hogy? Trafi Miskolc József Attila. Aha. Ennyi. Ez az info. Sietett. Küldte nekünk, igen. Aztán az M3-as 25-es kilométerén Budapest felé az úttesten egy kuka van. Hogy kerül oda? Nem tudjuk, Zsolt küldte nekünk. M1-es 87-es kilométerénél egy hídon van egy trafi Győr felé. Pimpa küldte nekünk. Köszönjük, trafi az M1-es autópálya. Igen, ezt mondtam. 4-es út 199-es kilométer Pest felé. Szintén trafi Kovi Imi 77 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na... azt mondja, hogy 1-0-ra vezetünk, ugye? Jelen pillanatban. Egy csodálatos játék után. Egy csodálatos játék után. Így van. Úgyhogy megnézzük, ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, szia András! Honnan hívtál minket, András? Salgó-Tarján. De és mit csinálsz ott? Asztaloskodom. Asztalosként dolgozom. Az egy nagyon szép szakma. Az egy szép szakma, igen. Már bent vagy még otthon? Már bent vagyok. És mi készül ma? Ezt inkább hagyjuk, mert erről nem szeretnék most így nekem. Egy titkos asztal? Ufókat gyártunk. Ufókat. Hú, milyen környezettudatos ufókat. Az jó. Kivel szeretnél játszani, András? Hát Ferencre. Nagyon jó választás. Nagyon örülök neki. Ferencre játszanál. Jól van. Hogy is megpróbálnék játszani. Helyes. Jó, mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire!
tavaszi turnékon megyünk Salgó-Tarjánba, tudtad? Hú, jöttek tényleg ide? Jövünk. Értve menjünk. Hú, örülsz? Nagyon jó. De megkaptad már azt a videót, amit az UFO-s űrke? Nagyon várom. Kíváncsi vagy rá te is, ugye? Én nagyon. Van UFO élményed? Nekem nincs. UFO megfigyelő vagy? Hát, ha berúgok, akkor... Szoktál inni? Néha. András, ha megyünk, akkor iszunk egyet? Ha jöttek, akkor tuti. Hát rendben van. Ott leszel a kitelepülésem? 1000%. Örülök neki. Egy ajándékcsomagra gyúrsz te is, ugye? Hát úgy, mint mindenki más is. Képzeld el, van új sapkánk. Hallottál róla tegnap? Láttam tegnap. Tetszik nagyon. Megszereznéd? Láttad a színeit? Láttam. És milyenek? Hú, hát furák. Furák? Aha. Jó, ez a szín próbálod mindig. Igen. Jó van. András, ügyes vagy. Húztuk, toltuk, ügyes volt. Egészen jól kerülgetted a csapdákat, ügyesen játszottál. Hát próbáltam. Igen. Amúgy nem nagyon fogyasztok alkohol, de már most nem tudtam mit mondani hirtelen. Inkább isom, mi? Jól van, megküldjük az ajándékcsomagot, jó? Hát nagyon szépen köszönöm nektek, meg annak is nagyon örülök, hogy végre jöttek már Salgó-Tarjánra, mert már nagyon vártunk ide titeket. Tényleg? De tényleg nagyon. Hát egyébként még nem is voltunk nálatok már. Hát nem, még soha. Rádióban egyébként igen, de rádióban nem. Vagy Egerbe kellett mennem, vagy Miskolcra, hogyha jöttetek. Úgyhogy mindig mentem kitelepülésre, de hát ez nagyon-nagyon jó hír. Pont kérdezni is akartam amúgy, na, hogy nem jöttek már ide valamikor. De ez jó, ja, ezzel a kérdéssel készültél, hogy mikor jövünk? Aha. Hát tudom, hogy nem túl erős, de... Látod, Feri, elé ment a dolgoknak akkor. Elé ment, nagyon örülünk neki. Jól van, köszi a játékot. Hát én köszönöm. Menj vissza a titokzatos munkádhoz, András. Igen, ciao, köszi. Hello. Vajon mi lehet, amit csinál, nem? Hát, azt tudjuk meg, hogy egy asztalosként. Salgó-Tarján asztalos üzemben vajon mi készül éppen? Durva ajtótok. Igen, tehát mi lehet az, ami ott készül? Biztonsági több ponton záródik, és nem árulhatja el a betörők miatt. Azt a mindenség, nehogy a konkurencia számára kiderüljön, hogy ott is van egy műhelyük. De milyen jó fej, hogy Miskolcig eljön egy kitelepülés miatt Salgó-Tarjánból? Hát, ha látni akart bennünket, de most megyünk, megnézhet ott is. De jó lesz. Igen, több helyszínünk van, az egyik az Salgó-Tarján. Rákóczi Feri feje a karancs fölött. Magasodik. Igen. Jó, ott voltam. Én meg a karancs alján. Igen, ott voltam úttörő táborban, és föl akarok menni oda, arra a helyre. Föl lehet menni kocsival? Akkor elkísérsz? Hát gondolom, mert annak idején busszal vittek föl bennünket. Tudjátok, az én kérdésem mindig ez. Ha föl lehet menni kocsival, ott vagyok. Nem, még mindig járhatatlan ott az út, mert minden tele van dobálva, leszopogatott marhacsorkokkal, lábszárokkal. Azon nem megy át az autóm. A gyerekek, ha föl lehet menni autóval a hegytetőre, ott vagyok. Ha nem, akkor... Lent a szálláson várlak benneteket. Tízes út katasztrófa, már a Solymári elágazás előtt áll a sor, és valaki kérdezi, Csórikám, hogy a tízes útról tudtok valamit, 40 perc alatt 500 métert haladtunk, és szemben is csak időnként jön valami. Félpályás lezárás van. De új fázisba lépett az építkezés. Valószínűleg ez már az építkezésnek az oka, ugye ezt földerítettük, hogy az év közepéig, vagy jövő év közepéig, ezt már nem tudom pontosan mikor. És emlékszem, de valamit ígértünk a hallgatóknak, hogy folyamatosan rajta tartjuk ugye az építkezés ütőérén a mi kezünket, és folyamatosan tudósítunk, de aztán nem nagyon történt semmi, de most megint történik akkor valami. Na mondom, neked az ürömi lámpánál van félpályás lezárás, felváltva engedik az autókat, mert aszfaltozzák a körforgalmat! Azt a mindent! Azt hittem, mert felülvizsgálják a tendert. Igen. Aszfaltozzák a körforgalmat, tehát már az alapok megvannak? Ezek szerint. Aha. Hát legalábbis a hallgató ezt írt, amikor a reggel, hogy ez az oka. Reméljük, hogy így van. Gyerekek, hát az kicsit a mi körforgalmunk lesz, nem? Ott az avaton te vagy az első, aki áthajt. Hát de nem így van, hogy ez hát kicsit a mi körforgalmunk. Senki nem beszélt arról a körforgalomról. Na majd hívjuk fel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t. Hogy mi a helyzet. Ezt ígértük úgyis, hogy erről beszámolunk a hallgatóknak. Hát akkor kérdezzük meg őket. Nem? Valami vagy ma vagy holnap. És beszéljünk mindenképpen, mert sárga virágokat képzelek el oda, középre. A Morning Show logo azokból lesz majd így kirakva. És akkor szerintem, hogy föntről is lehessen látni. Nem? Repülőről is. Igen, az a miénk egy picit. Na, mert igen, írva kell, tiszobrotok kézzel az ürömi körforgalomban. Jó, megkérdezzük. Nem mondom, hogy ma, lehet, hogy holnap, de ráfirtatunk akkor, jó? Egy kommunikációs munkatársnál, vagy valakinél, hogy mi a helyzet?
az üdömi körforgalma, és az jó virág? Kikirics. Kikirics legyen. Éreztem, hogy valahol itt a tudatlan mélyén van valami sárga. Kikirics. Mikor adják át, és mikor változik meg az ürömiek, a vörösváriak, a dorogiak? Hát ott rengeteg a solymáriak élete úgy, hogy ott a tízes úton végre jól tudnak bejönni. Meg jól tudnak délután hazamenni. Hát két óra be, két óra vissza, hát azért az nem, az nem gyenge. Aztán berászállunk a következő körforgalomra, és szépen felépítjük az egész, és az egész országot. Kikiricsből minden, kikiricses körforgalmat mindenhol az országban. És valaki mondjuk allergiás, mert ugye a pitpangról van szó, a gyermekráncfülről, mert rohadjál meg, mazoljani. Jó, örüljön akkor, hogy egy-két órája 10 perc alatt átmegy, akkor zárja, akkor örülni fog neki. Tegye belső keringet és az autót addig. Na jó, rákérdezünk akkor, jó drága hallgatók, ma vagy holnap akkor ennek is megpróbálunk picit utána járni. Nem felejtjük el, fölírtuk magunknak. 4 perc van pontosan 7 óra. Jövünk, Ákos, híre jutam. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt. Pontosan 10 perccel, jaj. Jár, nyugodtan, jár. Ja, csak teszteltétek? Nem, szellemek járnak a stúdióban, ezt fejtsd meg. Szellemek járnak a stúdióban, gyerekek, és nyomkodják az FF gépet. Ártatlanok vagyunk, de egyébként jó, jó helyen nyomták, tehát valószínűleg ledobtam az újságot, nézzen. De ez nem indul. Ilyenkor úgyse, nem tudod még egyszer reprodukálni. Nem, nem lehet, ha valami nem véletlen jön, ugyanúgy csinálsz mindent, és nem, ezred nem más, akkor se fog jönni. A büdös életben nem, pedig olyan, mint a teljesen tudatos taps lett volna, de nem. Na, itt vagyunk, és hát igen, az ürömi körforgalomról beszélgettünk a hírek után. Körforgalmunkról. Az ürömi körforgalmunkról, amit kicsit ki is sajátítottunk. Évek óta kampányolunk már az ürömi körforgalom mellett, hogy könnyítsék meg tízezrek életét. Itt tényleg nem csak arról van szó, hogy néhány ürömi lakos lázadozik, itt arról van szó, hogy sok-sok tízezer ember jár arra befelé reggel, és aztán hazafelé délután vagy este, és hát órákat kell állni a dugóban. Így értük, hogy utána járunk annak, hogy mi a helyzet, hogy áll az építkezés. De leginkább, hogy mikor van az átadás. Mert ez érdekli a legtöbb embert. Meg azokat, akiknek ez az ideiglenes lakcíme gyakorlatilag, mert annyit állnak ott. Hol lakik ürömi körforgalom? Na, az nem érdekes, hogy hol lakom, megmondom, hogy hol találnak meg. Igen, az a fontos. 10 kilométeres sorá, gyerekek, a tízes úton az ürömi körforgalom aszfaltozása miatt. Azt mondja, hogy közúti ellenőrzés Miskolcon, az Avasváros központban az egészségház előtt állítják meg a felfelé haladókat, ezt Beti küldte nekünk. Köszönjük szépen, mérnek a rendőrök a 20. kerületi Helsinki úton a felüljáróról jövőket. Zsé üzente nekünk. Aztán 8-as út, Tüskeváron trafikörbend irányában szép napot csavargó, és a Soroksári úton a Torontál utcát követő híd után mérik a felfelé haladókat. Mikor lesz motoros jogsít, Balázs, közeleg Alsóőrs? Közeleg alsó őrs elindult, vagy mi? Vagy alsó őrs elindult Pest felé, vagy mit tört, hogy közeleg alsó őrs? Vár téged, hívogat. Még gondolom a Harley. Így van, a nagy motorosok ott szoktak összegyűlni, meg mi is szoktunk menni. De ugye ezért ebben benne van, hogy ott nekem nincs keresni valamit. A nagy motorosok és Deluxe a Johnny. A nagy motorosok és Deluxe a Johnny, illetve azok a kezdők, akik az első este elkapnak, és kezdő motoros vagy, kisebb, gyere csak a papához. Mutatom, hogy borítunk mi nagyon. Hoppácska! Várja, Banásra indul! Ez most Banásra. Tehát ezt most hogy? Tehát ezt most hogy? Balra mellettem van egy effektív, ledobtam a... De Banára indul, nagyon na, jó! Még egyszer, várja, várja, várja! Ezt nem rendszeresítsük! Ne nyújj hozzá! 3, 2, 1. Banás, a Banán dobásától elindul az effektív. Ez az! 4-ből 3! Az összes. Gyerekek, figyelj, nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Instagramra. Videót, videót. De csak a banán. Csak a... Ez most az ül volt, kivette a klímakapcsolót. Aha. Ez lehet. Figyelj. Nem ér oda valamit, Zsül? Nem. A billentyűzet. Az van, hogy megfejtettük közben, a billentyűzeten egy csomó újság volt. Napi sajtó, heti sajtó, adásmenet, banánhéj, és a banánhéjat, ahogy rádobod a billentyűzetre, az abban a pillanatban az újságokra, az újságok alatt a billentyűzet megnyomja. Uh-huh. Most ugye ezt próbáljuk meg egy vödör disperzintet. Hagy örüljön! Éves témaváltás. Jó, mikor hívjuk ürömöt? Már nem ürömöt, személyesen, mert üröm nem tud beszélni. Holnap? Uh-huh. Vagy ma? Szólni kell nekik, hogy hívjuk őket? Ők milyenek? Hogy emlékeztek? Hogyha szólni kell, nincsen oda R-vonalunk? Ne, hogy amikor ez fölmerült először, akkor csak telefonáltunk, fölvették, beszéltünk, vagy be kellett jelentkezni szépen, mint például a rendőrséggel. Nem lehet beszélni, csak ha előre írunk nekik. Szerintem oda telefonáltunk.
Háló, tessék, nem én vagyok az illetékes, így vett. Adom. Kapcsolok. Jó, nem tudom, most egyelőre. Figyelj. Jó, hát majd jön. Polgármesteri hivatalban mikor van félfogadás? Nem kell nekünk a polgármesteri hivatal. Nem kell? Hát beszéltünk a polgármesterrel. Ne, csak azért mondom, hogy 4-8-val, hát ilyenkor még szerintem hideg a kutyogó. De 8 után már telefonálhat. 8 után már abszolút, abszolút telefonáltunk, igen. Visszatérve a motoros jogsira, mert ez volt a kérdés. Sehogy se állok még egyébként, úgyhogy még picit azzal várni kell. A jó, de motoros sincs, nem? Hát akkor meg minek? Hova kapkodjak? A tesztkérdéseket kéne gyakorolni, gyerekek, de olyan hülye kérdések vannak, hogy kettőt megcsináltam, és most egyelőre picit elraktam. Meg a motorfelállítást. Bár, mert ugye múltkor beszélgettünk egy motorossal, aki azt mondta, hogy hát ugye azt is követelményként támasztják a motorosokkal, hogy fel tudják állítani a motor, ha eldől. De aztán rájöttem, hogy ha oldalkocsisot veszel, akkor ezzel nincs gond. Vagy pedig két vagy kis oldalkereket. Vagy három kerekűt, igen. Nem tudom, ez a motorozás, ez egy ilyen nagyon, nagyon minden nap látok intő jeleket, hogy miért ne. Tehát 40 évesen elkezdeni motorozni, az kicsit nyomorult. Bringázni tudsz. Hány éve tudsz bringázni? Nem vagyok. Hány éves voltál, amikor két kerekű bringáztál? 6? Mondjuk 30 éve két kerekű biciklizel. Ugyanaz, csak nem kell tekerni. Na? Leegyszerűsítetted nagyon. Úgy érzem néhány fontos részen azért egy átsuhantál, hogy ugyanazt csak nem kell tekerni. Tehát, hogy nem tudom. Nem, ez nagyon vajudom. Egyébként jó, meg vágynék rá, meg szívesen csinálnám, csak tudod, ott, csak valami jöjjön valami bácsi, ami elnézi ott neked azt a jobb kezed. Az kocsival is ugyanúgy. Hát mondjuk más, igen. Picit jó. Más azért. Jó, hát próbáltam jó kijönni, de ebben nem, így azért akkor nem vagy tisztában, de sem motorozás. A kocsival azért nem teljesen ugyanaz. Tehát kocsival elviszik a motorrászedődet, abban azért még úgy nem nagyon. Ha az a motorral elviszik a motor elejét, akkor azért a sűrűn ott maradnak. Tehát, és hogy gyalogosan mész át az zebrán, és ott nem adják meg. Azért az nem. Az nem teljesen. Az nem teljesen. Ákostól tudnál kérdezni, mert ugye ő motorozik, de Babettával bezárólag tőlem is bármi. Babettázol? Én babettáztam elég sokat. És most is még illegálisan, az a illegálisan, de nagyon sokat babettáztam. Na fordítsunk ezen egyet. Azt mondod, te vagy az, aki azt szokta mondani, hogy a sorsod megvan írva, vagy minden ember sorsa megvan írva, ugye? Főnök, halló. Nem tudom, gyere velünk. Nem próbálok, messziről indítod mindig ezeket a dolgokat. Csak, igen. Azt mondtad, hogy fordítsunk egyet, és továbbra is magyarul beszélünk. Igen. Tehát, igen. Hogy a sorsod megvan írva. Ha megvan írva a sorsodban, hogy neked 42 évesen történni fog valami az életedben, akkor nem mindegy, hogy a motorral történik, vagy a gyalogos átkelő helynél? Hát honnan tudjuk, hogy az eleve így van, amit vélünk az a saját életünkre, hogy valójában megvan írva. Ezek csak feltételezések. Az a dolog érvényesül, vagy az a törvény érvényesül, hogy te választod. És ha nem választod a motort, nem lesz semmi bajod. Ha motort választod, az akkor is a te lesz. Döntésed, akkor viszont lesz. Hát ezek nem alapfelvetések, vagy alapigazságok, hogy megvan írva. Jó, hallottam csak egyszer egy ilyet tőle talán, azt hiszem, de lehet, hogy nem rosszul azonosítom. Nem tőled, és nem ezt. Hogy nem ezt? Hogy megvan érted az így? Tőled valamit, de lehet, hogy nem ezt, és lehet, hogy nem tőled. Igen. Hogy megvan az íve a dolognak, amiben itt van egy ilyen, egy jó, ott van egy rossz, és a rossz akkor is el fog következni. Tehát, hogy megvan írva, hogy a fejedre esik a tégla. Hát igen, de én azért úgy éreztem, Feri fejletésében egy picit úgy éreztem egyébként, hogy nem nagyon hisz benne, nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy 42 éves korodra prognosztizáltál ennek a jogosítványnak a megszerzését. Tudja, hogy azért a szellemi képességeim viszonylag behatároltak, na most a tesztkérdések kitöltése és megtolása, legalább 50 darab tesztkérdés hiba nélküli kitöltése, azért tudja, hogy az nekem évekbe telik. 6 hónap azért alatt kettőt csinált meg. Hát hova rohanunk? Kétszer lefutattam 50 kérdés, most elég is volt egy ideig. Hát én jól ismer, hogy most ez picit azt sikerült félretenni. Idővel összejön ez is. Igen, nem tudom. De tiszta szívből vágysz rá? Na, az újabb nagyon jó kérdés. Ma reggel, én ezekre nem tudok most ángolódni. Mert hogy érted? Mennyire tiszta szívet? Tehát, mint egy gyerek, ezt az amikor egészen áll a kirakat előtt, és őszinte szeretettel nézi azt a kis ajándékot, amit kiválasztott magának? Erre gondolsz? Igen, van olyan, hogy itt tudom, azon kapod magad, hogy itt tudom, hogy kifelé mened, a torlány irányába. Berregek a kocsiba. Van egy szalon, akkor odamész, leállítod az autót, természetesen nincs. Kirakod a vízvillogót, ott áll, elfoglalsz egy sávot vele, természetesen. Nem csinálsz ilyet, oda mész a kirakathoz, és így oda nyomod az orrodat az üveghez, és nézed a bent csillogó villogó. József Attila bámulta a kenyeret, persze, igen, nézem, hogy milyen jó lenne. És bentről megpróbáld leolvasni a szájáról annak az embernek a mondókáját, aki bentről kiabál kifelé, hogy pukorodjon vajna! Megint jálos a kirakat! Tegnap is itt voltál, összelehelted a kirakatot, te paraszt, takarodjál innen. Nem, és kérdezem, még csak a motorok se érdekelnek. Maga az élet ért. Igazából szarok az egész. Igazából vastagon lesz szarok.
Na, mit izgultok a motorod? De úgy látom, hát titeket ez jobban érdekel, mint engem, mert én vastagon van. Egyébként most lassan én fogok jelentkezni. Nem, maga az életérzés, amit kivált az, hogy fölpattansz a motorra, és mész, és motorozol, és két keréken vagy. Tehát ez egy kicsit ilyen irigyelt dolog. Aztán, csak az a különbség, hogy nekem a Bortobivány, neked meg egy Village People számzunk a fejem. Igen. Van a barátaim, akik azt mondják, egyáltalán nem ez, mert egyébként elemész bogára, a meleged van a motoros ruhába, tehát minden, amit te laikusként beleképzelsz a motorozásba, az sokszor egyébként nincs is benne. Állandó élet veszélyben vagy, meg kell oldalod helyzeteket, nehezen tudsz kikapcsolni, tehát hogy nem feltétlen az, amit egy laikus beleképzel a motorozásban. De én ezt látom, hogy megyek egy ilyen bográccsal a fejem mellé. Az M7-esen 80-nal. Tehát körülbelül ennyit látok a motorozásra. Életemben háromszor ültem motoron. Most ezt gondoltam, megcsinálom. Hát én totál tudom képzelni egyiket. Megvan a frissen szerzett jogsid, megvan a motor, kimész reggel, fölülsz rá. Kell a tökömnek. Egyébként simán. Rohadt ideg van. Egyébként simán. Mint vannak ezek a bogarak. Simán benne van, hogy megcsinálom, elvégzem, és utána azt mondom, hogy gyerekek, nem. Most addig akarok eljutni, hogy meglegyen a jogsim. Mondom, mi van? Hú, de hideg. Kisiklik a tű. Tudod, na jó, van. Adjam. Na jó, álljunk vissza a garázsról. Veszek már méreg drága motort, és a két hét múlva eladom. Nem. Akarom megnézni, hogy képes vagyok-e megcsinálni. Egyrészt tudod, hogy kicsit kellenek az új kihívások, megcsinálom, aztán még utána mindig eldöntheted a rutinvizsga után, vagy amikor elmentél ilyen, tudom, vannak ezek olyan technikai motorozás tanító pályák, ahol te ugye meg tudod ezt rendesen tanulni. Megtanulod, de azt mondta, hogy neked ez mondjuk nem ér annyit, hogy egy kalapos Suzuki is elvigye a bal lábadat. De tényleg én tőlük félek, tehát sokkal jobban félek egyébként a közlekedőkben résztvevőktől, mint saját magamtól. Tehát én nem attól félek, hogy én nem bírok ellenállni a 200 kilométernek, és húzok egy nem tudom mit. Hát nyilván te jó vagy, tudjuk. Attól félek, hogy mész a rakparton, és valami hülye éppen sminkel a tükörbe, vagy jön egy bácsi, akinek éppen kicsit, nem tudom, felment a vérnyomásra, vagy leesett, ezért bealudt, és már 8 perce alszik a rakparton, és nálad ébred föl. Illetve, és nyom egy kövéret. Illetve pontosabban a csattanásra ébred föl. Tehát én azért látom a motorosokat közlekedni, sokszor hülyék ők is. De azért, amit az autósok csinálnak a motorosokkal, hogy ez mindig milyen presztízs harc, hogy ott mi megy, nem, hogy dögöljé meg, hogy te előrébb tudsz menni a rakparton, meg be tudsz állni a piros lámpához előre, hát ahhoz képest egyébként az autóban azért nincs ekkora harc, vagy nincs ekkora háború. Nem férsz el vele, nyilván a motorra meg elférsz, akkor az autós dühös lesz rá, ráhúzza, nehogy már elmegyek. Hát igen, de mindig ez van, tehát hogy valamit veszítesz vele, valamit nyersz. Nézd meg, hogy mi van abban a serpenyőben, amiben nyersz. Hát érted, mekkora feeling az, hogy állsz Török Bálintot a tüdőgyógyintézetről, és... Szerettem, hogy ilyen pozitív képet festesz le rólam. Már a negyedik a tilosban parkolok, vészvillogóval kilométeres sorokat okozom, tüdőbeteg. Éppen a jó levegőt szívő tüdőbetegek előtt az 1300-as Kawasaki, majd pufot. Szívják a benzingőszet. Most még mi jön? Egy holtvágányra akarom terelni ezt az egészet, mert féltelen. Érted? Felhúszalom. Istenem, a gondoskodó, Jani. Féltelek, drága. De ha nem próbálok ki, köszönöm, hogy így aggódtok. Ez egyébként nagyon őszinte és nagyon jól esik ez a fajta valódi őszinte aggódás, hogy ti követitek ezt a dolgot, és őszintén aggódtok. De ha nem próbálod ki, akkor meg egyszer úgy fogsz meghalni, hogy üresség marad benned. Egyébként abszolút ezért csinálom. Hogy ne, hogy ott feküdjél majd 80 évesen a Honvédban, szívod a húslevest, és az van, hogy miért nem, próbáltam ki, basszus. Hát szívod a húslevest. Szívószál előttem egy ilyen kép, hogy én akkor már szívószállal fogom minden húslevest. Azért van cérna, mert élt el a húslevest, mert az átjön, tudod, a szívószálon. Én 80-es egy lusz leszek oda emelni szívószállal akarom venni a húsleves. Most miért nem tettem meg 80 évesen egy kórházba, hogy szívószállal lesz? Ez urizálás, hogy nem mehetem szívószállal a húsleves? Nagyon ilyen képszerű volt. Lajos bácsi, ma kicsit melósolod ezt, mert tök főzelik. Akkor majd fölvágják azt a rohadt szívószállal. A fasiz nem jön. Ez a rohadt Stefánia volt. Nekem ilyen képeim vannak. Álltok az ember a halálos ágyán sokkal inkább megbánja azok a dolgokat, amiket nem tett meg. Tehát, hogy sokkal inkább az merül fölben, és azon gondolkozó, hogy miért nem vágtam bele, miért nem tettem meg, miért nem volt elég bátorságom, miért nem próbáltam ki, miért nem voltam bátrabb, miért nem ugrottam bele. Tehát az elmulasztott dolgokat hiányolottam. Most a motorozás azért nem egy túl annyira nem ez cél, hogy azért azt, hogy nagyon megbánt. Ennél szerintem azért vannak mélyen szántóbb dolgok.
De sokkal inkább azok hiányoznak, amiket nem tettél, vagy nem mertél megtenni. És ezekre gondolsz vissza fájó szívvel, vagy nehéz szívvel, hogy ez miért nem volt elég bátorságod. Én attól félek, hogy ha esetleg valamikor annyira belehaborodik a motorozásba, az lenne az első, hogy én nagyon-nagyon korrekt szeretnék lenni, nagyon udvarias lenni, és ugye a motorosok úgy köszönik meg a szívességet, hogy kiteszik a jobb lábukat. Na én az első ilyen alkalommal, hogy kiteszem a jobb lábat, hogy jelezze, hogy közben beleakadnék valami mellettem elhúzó ifába, és az lenne az utolsó, és egyben első motorozásom is. Én ettől tartom. Hogy a szegény embert az ág is húzza, tényleg. De figyelj, te nem motorozzál. Nem, én nem, mondom, én a babetázásnál abba hagytam. De ahhoz, hogy szerintem motorozzál, ahhoz azért nagyon komoly közlekedési rutin kell, hogy lásd egy adott forgalmi szituációban, hogy mi történt. Szerintem azok a motorosok kevésbé vannak veszélyben, akik mondjuk sokat közlekedtek autóval, vagy még egy-két évig robogóztak, utána ültek nagy motorra, és már kvázi előre látod, hogy aki jobbról jön, az valószínűleg úgy fog kerülni, előtted ő befékez, balról kerül, ha előzül egy buszt, a busz mögül valaki kilép, arra vigyázzál, ne előzd a buszt. Tehát egy... Na most vetted el a kezdve. Na most végleg. Tehát ugye autóval is lefuttatod ezeket a közlekedési szituációkat magadba. Például előzöd a buszt, mert a busz mondjuk beáll egy busz megállóban, nincs záróvonal, akkor úgy előzöd a buszt, hogy közben fel vagy arra készülve, vagy legalábbis, hogy jobbról a busz mögül, vagy a busz elől kilép valaki, aki viszont leszállt a buszról, és éppen átról neki. Nincs ilyen érzésed mindig, amikor buszt előzöl? Nem, én megyek simán. Tudod, ha ő hibázott. De a Janinak meg egyébként azért jó, mert pont nincs meg benne ez a gát, aztán, ami bennünk megvan, érted? Na, aztán az a legjobb. Ne gyere ki! Az a legszokásból a járdán menni. Tehát látnod kell előre bizonyos helyzeteket lejátszani szerintem. Ez lehet a motorozás. De akkor mikor ér a szabadság feeling? Amikor fölmotorozol, hogy állod, ezeken kattogsz, hogy balról megyünk, jobbról, igen, kilép a busz elő, úristen. Hát szerintem a motorozás egyébként, vagy ahogy én elképzelem, az idegileg bent a városban egy baromi fárasztó dolog lehet, ugyanis állandóan figyelsz, állandóan koncentrálsz. A-ból B-be eljutni, hogy ne halljál meg, és ne üssenek előttször, az folyamatos szellemi munka. Most ha fölmész, nem tudom, Pomázról dobogókőre, akkor ott kikapcsolsz, mert ott motorozol egy óta szerpentinen. Te bent a városban, mondjuk egy rakpartról fölmenni, Lánchíd körforgalom, átörülök olyan sokan a motorozás a szerpentinén, láttam kirakolt a táblákat, volt ez a környéken. Jó, de az azért, mert nagyon örültek néhányan. Mert ott a szerpentinen szokta azt csinálni az okos motoros, hogy a kamerát felszigetelő szalagozod az elejére, és megmutatod a haveroknak, hogy te milyen gyorsan tudsz lejönni, csak nem jössz le. És tehát, már a szigetelő szalagozás közben beteg... elnyom valamelyik. Jó, hát az persze, nagyon sok motoros van, aki nagyon sok motoros. Viszont megtaláltam ilyen neked a jövőt, jogosítvány nélkül. Most mi lesz? Jogosítvány nélkül. Motorozzak jogosítvány nélkül, ahogy tilosban parkolok. Mutasd felé, szép mangók. Tüdőszanatórium előtt bömböltetem, vagy húzom a gázt. Nem, a motorral, mert ott le tudsz lépni. Érted? Tehát a motorral azért jó, mert ott nem, tehát a rendőr nem tud elkapni, ha ott csival van. Ha ő is motorral, akkor ciki, de egyébként meg simán le tudsz lépni. Nem, visszatérve a dologra, hogy jogsi nélkül én elküldelek téged, én fizetem, meg a Jani, nem fog beleadni egy fillért se, hogy látom, én fizetem, van vezetés technikai tréning motorra jogsi nélkül. Na? Már jogsi nélkül elmehetsz. Jogsi nélkül elmehetsz, ilyen bukócsöves mocival, tehát el se tudsz dőlni, és akkor nagyon aranyosan ott keringesz a kis pályán. Nézd meg, érezd meg az így. Ez az a motor, az a bukócs, amikor mögül egy jön és eléd megy be, amikor nem éves a motor? Nem, csak az oldalában. Ja, az oldalában, ja, tudom, az oldalában. Megállsz 45 fokban. Na, abban aztán nem sok szabadság feeling van, mondjuk. Hát micsoda? És közben ki vagy kötve egy póznához. És körülötte keringsz. És egyébként nem is kell húznod a gázt, mert egy gombot fognak megnyomni. Tessék, Kressz kérdés. Szállíthatsz-e oldalkocsis motoron 2-6 éven alul itt az oldalkocsiban? Nem. Plusz 70 kiló dinnyés. Azt igen. A dinnye nem szállít. Én nem tudom a választ, csak kérdezem. Hát mit tudom én? Ja, a tesztsor egyébként úgy adja föl, hogy nem adja meg a helyes választ, hanem a végén tudod leellenőrizni. Tehát nekem olyan tesztet kell kitöltenem, hogy letöltesz 50 kérdést, egy perc van egy kérdésre, vagy 30 kérdés, és megnézed aztán, hogy mi a jó válasz. De ott abban a pillanatban nem tudod. Csak azt nézed, hogy a pontjaid értéke emelkedik-e. Ez írásból, hogy szóbelül, még mondjuk van egy menekülés útvonal. Nem szállíthatok? Kedves uram! Most ezt kérdezi, hogy mondja. Nem tudom. Döntse el maga. Kedves uram. Nem, a szóbeli a teszt az írásbeli. Aha. Tehát le kell neked töltened egy kérdévet, megkapod iPad-en vagy valahol, és te jelölgetsz. Tehát nincs is az, hogy te puskázol, vagy bármi. Tehát semmilyen nincsen. Igen, ez most menne egyébként? Meg tudnád csinálni? Nem tudnád megcsinálni. Hogy tudna, mert nekem nincs jogosítványom motorra. Na de az autós jogsidra miatt emlékszel egy csomó mindenre. Hát, ha jól emlékszem, úgy buktuk el a tesztet egy évvel ezelőtt itt adásban, hogy öröm volt nézni mind a ketten. Igen.
Abszolút. Jani megszokásból, ha motorozna, a villamos sinekem menne. De egyértelmű. És ez jó, mert visz is, tudod? Tehát, hogy nem tudsz lejönni. Melyik által nekem az a bejárt út, érted? Azt ismerem, azon biztos eljutnék a határútig minimum. Balázs, mindig jusson eszedbe, kétféle motoros van. Aki elesett már, és aki el fog esni. Ugye? Igen. Tehát, hogy... Ez azért nem túl jó jövőkép, nem túl szép jövőkép. Igen. Motorozni úgy kell, mintha mindenki rád vadászna. Írja nekünk egy hallgató. Hát, Ákos, te motoroztál, nem? Jó reggelt, igen. Én csak bólogatok itt, és mindenkinek igaza van, aki ezt mondja. Én kopogtam már be, sminkelő nő, így megpróbált jobbról megelőzni, bekopogtam az ablakán, hogy esetleg nem kéne letolni. Motorral tényleg? Igen. Volt, miért, ha téged jobbról előz erről? Nem, hát tudod, letolta az útról. És mit mondtál szépen neki? Így, csak így index nélküli, puty, lekopogtam. És felkerültem az első fára. Nem, volt 30 tonnás kamion, vagy mit tudom én, hány tonnás kamion. Mekkora motorral mentél? Te nagy motoros voltál, vagy kis volt, motoros? Volt 125-ösöm, 250-esem. Hát egy gyerek motorok mind. Nem, volt nagy motor, a nagy motoros volt az egyik barátom kölcsönt a nagy motorját, és akkor volt az, amikor lefulladtam. Lefulladtam a piros vagy a zöld lámpánál, és mögöttem elindult a 20 tonnás kamion, mert elfelejtette, hogy ott vagyok előtte. Gondolom, én már nem látott le annyira mélyre. Leugrottál? Leugrottam motorral, együtt beleborultam az árokba, és akkor így sikerült túlélni. Na, de minek mész egy olyan motorral, amivel lefulladsz? Hát én a kamionos kollégával vagyok tökre. Milyen barát ez, hogy egy ilyen motort adott neki? Tényleg egy ilyen roncsot. Abba is hagytad, nem is motorozol? Nem, én nem, én letettem. Letettem a motorot. Melyik volt az a pillanat, ami azt mondotta veled, hogy vége? Azt hiszem, hogy ez a kamionos, meg még egy-két olyan közúti szituáció, amikor azt mondtam, hogy itt nekem nincsen védelmem. Tehát itt vehetek akármilyen protektoros ruhát, itt én vagyok a kaszni. Aha. És hogyha elesem, és ott maradok, akkor minek? Akkor nem volt értelme, viszont a motorozás az tényleg egy szerelem. Tehát azt abszolút aláírom. És te is az a típus vagy, aki azzal láthatja magát, hogy ez a saját döntése volt, és nem a felségé? Akkor még nem ismertem. De akkor még nem voltunk. Nekem ebben a Wikipedia egyenlem szól bele, de szerintem azért, mert annyira nem méri föl a veszélyeket. Tehát, hogy nem mondta soha, hogy nem motorozza. Mert ő a kedvezményezte. Az életbiztosítás. Nem mondta, hogy nem motorozza. Aláíratott valami papírt, amit nem olvastam el. De nagyon örülünk. 300 lóerő meg van, akkor azt vednek. Igen, de hogy vele rálunk, ez nincs, hogy jaj, nem motorozzál. Hát tudja, hogy valószínűleg sose fogod megcsinálni, nem lehet? Az is lehet, hogy tudja, hogy ezt nem, valószínűleg nem megyek neki. Bár a jogsíg eljutunk, csak hogy nem fogok valódi motort venni. De nálunk nem, tényleg nem volt az, hogy akkor na most ne csináld már meg, jaj, mi lesz meg. De én ezt annak a számlájára írtam, hogy valószínűleg nem érti, hogy mennyire veszélyes. Tehát egy nő nem mindig fogja ezt föl szerintem, nem? Hát ő sosem próbálta, valószínűleg nem gondolt bele, ismert téged, úgyhogy ezért adta föl ezt az egészet. De a női motoros ez kevesebb van, nem? Már mondjuk, ismerve a hangulatot, a motoros találkozókon nyilván ennek van egy... Nem igaz, mert a motoros találkozóra mennek a csajok, csak a motorosok mögött vannak. Uh-huh. Voltál te is már, Harlin? Hát előttük lenne, ez mindig veszélyes. Na mindegy, jó van, gyerekek, meglátjuk. Tehát nem. Nem tudom még, tényleg nem tudom. Mondjon. De próbáld ki, aztán döntsd el. Épülj fel, és hagyd abba. De most a Viki nagyon neved, de hogy tényleg próbáld ki. Persze, hogy neved. Hát, nem, ő azt mondja, hogy ő azért nem mutat érdeklődést, mert akkor hát, ha nem azért, tehát ha nagyon tiltaná, ha nagyon tiltaná, akkor nyilván csak azért is megcsinálni. Úgyhogy nem mutat érdeklődést, hogy fél évente kitöltök egy tesztkérdést, majd lecsukom a laptopot, akkor annyira felhúzom magam a rohadt keresztvizsgálat, hogy na jó, hagyjatok végre. Honnan került a rendőrt, ha a V betűt mutat, feltartja a karját, és három beteg gyalogos, egy öreg néni, egy kutya, fölülről egy macska ló, két gyerek oldalkocsival, és balra kanyarodik a villamos. Na jó, tudod. És ez na jó, hagyjatok végre, rövid az élet, és lecsukom a laptopot. Ki akarsz lépni, és akkor felír egy felület, menti a változtatásokat a dokumentumban, és ott van egy 2012. március 3. De ő azt mondja, ezért nem mutat érdeklődés. Na jó, meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, aztán jövünk a játékkal. Ha valaki szeretne velünk játszani, küldjön nekünk SMS-t, hogy tudjuk. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3.48 van, egészen pontosan. Jó reggelt kívánom mindenkinek, Király Viktor. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy milyen dal szólt itt a Morning Show-nak, Lasszon Király Viktor volt. Ez egy jó kis dal. Ez egy jó dal, egyébként tényleg, így van. Hatalmas dugó van a 10-esen Vörösvárnál, a sor vége, tudja valaki esetleg, hogy mi történt. Gyerekek, olyannyira tudjuk, hogy pillanatokon belül ezzel az üggyel foglalkozunk.
Nagyon napra készek vagyunk. Felhívjuk a közútkezelőt, megkérdezzük, mi a helyzet, mikor adják át, mikor lesz az avatás, és mikor kell kivonulnunk. Így van. Nem? És hogy mikor ültetjük a kikericsiket. Így van, a sárga virágokat, igen. Budai alsó rakparton rollerezik valaki északról dél felé. No. És fent van a biztonságos bringa út, az agyalágyultnak üzenném, hogy jó lenne, ha felmenne. Ezt Bandi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, Motorhead roller? De motoros roller, vagy hajtós? Van elektromos roller, nagyon menő. Tegnap láttam egyet, irtózatosan jó, ekkor az egész, egy méteres, így össze le tud hajtani a felső részét, tehát gyakorlatilag bárhova be tud állítani a sarokban, a munkahelyen, nagyon menő. Végsebesség? Mit? Én nem tudom. Hát 20 km per óra 30, de nem megy túl sokkal, nem? Mondjuk a 30 ben nem kevés. Álva. Tényleg jó. Na, aztán nézem még, hogy milyen közlekedési SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy M7-esen is fotóznak, a 42-es kilométernél, és ez Balaton irányában van, mindenki figyeljen, Böszörményi út közepe a Füredi előtt kicsivel piros autóból szintén mérnek, Szilvi küldte el nekünk, ez egyébként Debrecenben történik, és Bátony-Terenye 21-es út, kamion két autó karamból összeakadtak, úgyhogy ott is nagy dugó van. Na gyerekek! Eljött az igazság pillanata. Itt van. Lopper Dániel, gyerekek. Lopper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs osztályvezetője. Te durva. Kicsit izgultam, hogy ki tudom ezt így végigoldani. A kutya fáját. A fele szerintem átmegy a névjegyének a másik oldalára. Tényleg, ezt megkérdezzük tőle, hogy mit ír rá. Dani, jó reggelt kívánunk, hello. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hát ilyen váratlanul rátörünk, csak itt most már reggel óta kapjuk az SMS-eket a hallgatóktól, hogy óriási a dugó, 10 kilométeres sorál a 10-es úton, és hát kicsit magunkénak érezzük ezt a körforgalmat, mármint a jövőben elkészülő körforgalmat. Hogy álltok, mi a helyzet? Igen, hát elindult az a terelés, amiről még a korábbi műsorban beszéltünk, most már a körforgalmat az egyik ága az, ki van építve, és erre az ideiglenes ágra tereltük rá a forgalmat. Ja, így terelés, tehát nem a főváros része. Aha. Tehát nem egy verbális terelésről van szó. Aha, igen. Igen, és ugye van egy 30 km per órás sebességkorlátozás, tehát az biztos, hogy az átépítésnek a legnehezebb szakaszához értünk el, mert ez most valóban forgalmi terhelést jelent. Ez mintegy két hónapig fenn fog állni. Amit lehet mondani, hogy jobb lesz, és ami egy kicsit könnyíteni fog a helyzet, hogy Pilisvörösvárnál az aluljárót még a héten át tudjuk adni a forgalomnak, onnantól azon a szakaszon egy kicsit könnyebb lesz. De az tény, hogy most azzal számoltunk, hogy ezen a részen ez lesz a nehezebb időszak, az most elkövetkezett, ahogy ezt is látjátok az SMS-ekből. És meddig tart? Két hónap, tehát ez körülbelül júniusig fog tartani. Júniusig tart. És utána megtörténik maga az átadás, vagy akkor csak ennek a munkaszakasznak van vége, és jön a következő? Vagy az átadás tart két hónapig? Egy második ütem kezdődik, amiben ugye a körforgalomnak a másik ágát fogjuk kiépíteni, akkor már nem lesz ekkora torlódás, akkor már nem számolunk ekkora torlódást, és július végére ígéri most jelenleg a vállalkozó az útnak a kiépítését, de azt azért lehet látni, hogy itt terv szerint halad, tehát rendesen halad, ezt szinten arra közlekedők is látják. Bár biztos nehéz nekik, tehát ezt nem kételkedünk ezzel kapcsolatban, de remélem az valamennyivel jobbá teszi a helyzetet, hogy látják, hogy egyébként a munka előre halad, és az a körforgalom, amelyet már nagyon régóta szerettek volna, hogy megépüljön, az azért épül. Ez itt aluljárónak is lett tervezve, nem csak megsüllyedt a föld, ugye? Jó indulat! És nem tudom, mire gondoltok. Ott van egy patak, ami kapott egy átvezetést, de egyébként szerintem földsüllyedés az nincs. Ott akarunk lenni? Vagy mi csak a körforgalomnál? Ott akarunk-e? Hát persze, hát az átadás az Balázs csinálja. Ő a körforgalom az igazából az lesz morning show-s, nem? Hát a körforgalom a morning show-s, igen, de említetted itt már, hogy türelmesek. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 10-15 évet kibírták, Dani, akkor igazából szerintem ezen a két hónapon már semmi nem múlik. Tehát szerintem az ott lakók, meg az ott élők, illetve azon át, vagy azon keresztül közlekedők ezt már bőven kibírják. Fél tankkal is. Két hónap, ez döbbenetes. Jó, hát aki valószínűleg kevés. Az autóba hallgat minket, azt ez kevésbé vigasztalja, de tényleg ennyit tudok mondani, hogy legalább látják azt, hogy megy és épül a munka, amit eddig ti is hiányoltatok, vagy sokan mondták, hogy azért ez el van, ez a projekt. Most már látható nyomai vannak. Jó, és akkor azt mondod, tehát a júliusban akkor átadás, eltűnik a lámpa, átadják a körforgalmat, és onnantól kezdve ez a dolog megoldódik. Ez volt az egyetlen neuralgikus pont, ez az ürömi körforgalom kontra a lámpa, a tüzéptelep, ugye? Én úgy emlékszem, hogy ez volt a legfontosabb, amit ha
tudunk orvosolni, vagy tudtatok orvosolni, és úgy látszik, hogy igen, akkor ezek a nagy dugok meg is szűnnek. Tehát más nagyon arra felé nincsen, nem? Még az aluljáró Vörösváron? Igen, Pilisvörösváron van egy aluljáró, Solymárnál van egy ugyancsak egy külön szintű kereszteződés, ami ott a solymári megálló, vasúti megálló helyet váltja ki, ott van egy szintbeni. Ott ugye az Osánnál épül egy másik, az lesz kész ugyancsak nyár végére, illetve a Pomázi útnál van egy felüljáró, ez már ugye az Óbudai rész, tehát ez már a Budapest belterületi része, és van még, ugye az Örömi körforgalomnál épül még egy felüljáró, ennek is a munkálatai most indultak el, hogyha valaki megnézi a körforgalmat, akkor már látja is, hogy az egyik ág abba az irányba megy, tehát ott is lesz egy külön szint, és ezzel pedig a Bécsi utat lehet majd kiváltani, tehát négy ponton, a tízes út mentén négy ponton építünk külön szintű kereszteződéseket, ami ugye a közúti forgalmat is gyorsítani fogja, meg a vasúti forgalmat is, hiszen a vasútnak sem kell akkor várakozni, illetve a közútnak. Ez így egészen jól hangzik. De most beszéljünk egy nagyon fontos dologról, Dani. Te is nagyon jól tudod, hogy szeretnénk ide középen majd egy logót, sárga virágokból. Ugye a körforgalomnak a közepéről beszélünk alapvetően. Most itt szóba jött a Kiki Rich, de azóta már találtam például petyegetett Lizinkát, Sudár Kankalint, illetve dúsvirágú Petuniát is. Van-e bármelyik ellen bármiféle kifogásod neked vagy a cégnek? Hát küldhetitek őket, és akkor megnézzük, tudunk vele. Esetleg még japán borbolya, de az melós. Az én kedvencem, az egy kicsit melósabb, azt én szeretném, de akkor majd ezeket is elküldjük. Jó, Dani, hát ez mindenképpen biztató azoknak, akik ott áldogálnak, és még így nehezebben bírják a dolgot, hiszen még nagyobb dugó van, de akkor most már tényleg csak pár hónap. Köszi, hogy ezeket elmondtad, jó munkát nektek, köszönjük szépen. Köszönöm, minden jót. Sziasztok. Köszi, hello Dani, ciao. Köszönjük szépen Loper Dánielnek. A Danit bármikor felhívhatjuk, mindig készséges, mindig tényszerű, és mindig jó arc. Tök jó. Igen. A legfontosabb pedig az, amit elmondott, hogy készül a körforgalom. Na, játszunk, jó? Drága hallgatók, Óven bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello! Hello! Hello, Gina! Hello, Gina! Így van, Gina vagyok, sziasztok! Gina. Van hosszabb neved is, gondolom, persze, hogy van. Így van, Fehér Georgina. Georgina, és ebből lett a Gina. Aha, szereted így a Ginát? Igen, mint a Gina, meg ilyenek azokat nem. Gina. Gina. Igen. Jó kérdés volt. Igen, nem egy hétvégi fővárosi mulatóján vagyunk, szereted a Ginát. Nem erre gondoltam. Hát nem. Mondom, nevedre nyilván, hogy szereted-e. Honnan hívtál minket? Ajkáról. Már egy gyárból szintén? Igen. Ugyanaz a gyár, ahonnan szoktak bennünket hívni? Ez egy gyár? Nem tudom, hogy onnan, de én szeretem ezt a gyárat. Innen lehet beszélni, lehet rádióban. Akkor az nem az. Még most. Hát aztán ki tudja, milyen rendeleteket hoznak a beszélgetés után, igen. Hát igen. Általában, ha Ajkáról telefonál valaki, ez gyárból telefonál. Tehát nagyon egy ajkai panel lakásból még nem hívott bennünket senki. Már szerintem egy ilyen K-vonal van Anna meg az ajkai gyárvonal között, igen, vagy a gyár között. És mit csináltok a Gina? Mit gyártatok? Hát ilyen autóalkatrész. Az ajkai autóalkatrész gyár, hát ezt ismerjük. Valaki megnyomott egy dudát? Nem, én itt nem hallottam. Ja, olyan, mintha valaki beleszólt volna a beszélgetésbe. Kik segítenek? Egyedül játszol, vagy ott vannak a kollégáid? Nem, az összes csaj itt a környéken itt van. Úgyhogy a munkatársak. Munkatársak segítenek. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, figyelj! Köszi! Jaj, szépen motoroznak. De nem. Nem, dolgoznak az útfelújításról. Látod, milyen lelkesek? Segítenek. Ja. Ők hát, is csinálják az utat a motornak. Csinálják az utat, igen. Nem, bontják, amit a közgép lerakott. Igen. Figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Nein! Ajjajjaj. Kettő tippem is lenne. Nem kell kapkodni, meghallgathatod. Még egyszer, kérhetsz hosszabbat. Szálljunk fel, én is akarom, talán. Uh-huh. Lehetne ez is. Kérdés, hogy mit akarsz, nem tudom, mit akarsz. Szimpatikus vagy, de még egyelőre nem tudjuk, hogy fel akarunk-e szállni együtt. Igen, ez azért egy kicsit több kell. Megmutatjuk még egyszer, jó? Figyelj! Jó. Ne! Holnap hajnalig. Így van! Jó, mert eddig csak 25-ször volt ez a feladat. Mert szereti a Zsül. Hát most... De nem baj, egyébként az összes volt már legalább 13-szor.
Meg arra mindenfelé dalt ismernek, hiszen ismertek a nótát, Ajkáról ki sem fogy a nóta. Így van. Holnap hajnalig egy jó kis neoton. Ügyes vagy, Gina. Köszönöm szépen. Kik segítettek? Mondd a nevüket. A kolléganőmnek. Hogy hívnak? Hát sokan vannak, na. Hogy hívnak, Mari? Nagy a szituáció. Hát igen, marha sokan vannak, és nem mindenkinek tudom mindig megegyezni a nevét. De Viki volt. Viki volt az, aki segített, hallottuk, hogy valaki ezt bemondta. De. Jól van, hát akkor osszátok el az ajándékcsomagot, jó? Mi elküldjük jó. nektek, aztán okay. majd eldöntitek, hogy ki mit kap. Jó? Köszönöm szépen. Hello, Gina. Köszi a játékot, ciao. Szia, sziasztok. Hello. Hello, hello, hello. A kollégám, hogy hívnak? Karcsi. Szemét. 4 perc a pontosan 8 óra, Ákos legfrissebb hírei után jövünk vissza. Előtte gyorsan egy közlekedés. Trafi van a 3-as főúton Miskolci Szikszó között, a Turul szobornál. Ezt Maresz küldte nekünk, valamint Ágos egyháza belterületén szintén mérnek a rend őrei. Ezt egy helyi lakos küldte el nekünk. 4 perc a 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, kormány mögött vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már kor előtt vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a napban két szó. Hölgyeim és uraim, elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk. Minden morning show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. Elég nagy dugó van a városban. Az okát nem nagyon tudjuk, nincs nagyon front, több a baleset, sok a trafi, és valahogy ma nehezen megy a haladás. Rengetegen írják, hogy sok-sok dugó, baleset, áll a város. De van valami nagy dolog, itt a kisebb-nagyobb felújításokon kívül? Hát lezárások, a körút, igen. A körút megvan, de most az, ugye itt van egy elakadt autó a Rákóczi hídon. Igen, ilyen kisebb-nagyobb dolgok vannak, csak igen. Másik része a körútnak. 132-es kilométer Letenye felé trafi az M7-es autópályán, aztán Dombóvári úton Pest felé trafiznak a kocsisor, viszont 10 km per órával halad. Az okát nem nagyon tudjuk, hogy miért, mármint a trafinak nyilván. A 6-os úton a befelé közlekedőket mérik, a budafoki lehajtónál háromlábúval, az útfelújítás alatt lévő szakaszon pedig kamerával, Ricsi küldte nekünk. Aztán Fogarasi-Kerepesi kereszteződés beállt, emiatt a Fogarasi is áll, üzeni Csilla. Trafi van a második kerület Zöldlomb úton, a Szépföldi út felé Stuk küldte nekünk, aztán az M35-ös 19-es kilométerénél mérnek, a pihenőnél Budapest felé üzeni Atesz. Dombóváron ott is van egy trafi, nem az a dombóvári úton van, bocsánat, az előbb mondtam, 6-oson Pest felé a nullás után szintén mérnek, és a Hungária áll a Kőbányai úttól egészen a Rákóczi hídig, iszonyat dugó van, tudjuk-e az okát? Nem, egyelőre azt nem látjuk. Nagy körúton Petőfi híd felé szintén torlódás van, a levegő kifejezetten büdös, aki teheti, kerülje el, ezt Gimli küldte nekünk. Annyiban cáfolnálak, hogy kettős frontatás van. Tényleg? Ezt lehet én is érzem magamon egyébként. Én tegnap óta érzem már, hogy van egy ilyen tompa nyomás a fejemben. Egyik front, másik front. És megnéztem tükörben, semmi nem ékelődött. semmi külső reményomat nem találtam magam, de tényleg. Nekem tegnap óta van egy nagyon kis finom fejfájásom, és ez a kettős fronthatás miatt van. Tehát ma délelőtt, akik érzékenyebbek a fronthatásra, és dugóban ülnek, és megfájdul a fejük, az nem csak a dugó miatt van. Lenne valaki egyszer elmondani nekem, hogy ez a kettős fronthatás, mert naponta hallom ezt, hogy ilyen front, meg olyan front, de hogy kettős fronthatás, ez micsoda. De mi egyszerre a hideg meg a meleg jön, és aki mind a kettőre ér. Amelyik előbb idejére, azt fogjuk érezni? Igen. Azért úgy mondtál, igen, hogy nem is hallottad, hogy mit kérdezek. Tehát versenyzik a hidegfront és a melegfront, és amelyik előbb betör az országba, az... Ha fejtőpény is lennék, akkor azt mondanám, hogy igen, de most mennem kell. Igen, indul a vizit. Igen, de most vicitálsz. Na mindegy, hogy van nyomás a fejedben. Az van. Olvastam egyszer egy ilyen akupunktúrás lapot, és elmondták, hogy a migrént hogy lehet nagyon jól megszüntetni, és kipróbáltam, egyébként tényleg működik. A két tenyeret kell hozzá, és... Megvan. De most nem abban az értelemben, hogy... Igen, tehát máshova kell helyezni. És nem tudod ezt magadnak igazából megcsinálni, ez kell valaki, aki segít. Ugyanis a fejfájás az agyban, az egy nyomás különbség.
Aha. És emiatt van fejfájásod, hogy bizonyos részeken nyomás különbség van az agyvíz, nem mennék bele a boncolgatásba, mert nem tudom a pontos magyarázatot. Erre mondtam az előbb én is, hogy igen. Igen, erre azt kell, hogy igen. Nem is ez a lényeg, hanem a cikk leírta, hogy hogy lehet nagyon jól a migrént és az erős fejfájást elmulasztani. Próbáljátok ki át, ha működik. A tenyeredet meg kell fogni, és az egyik, illetve valakinek szólni kell, hogy a tenyerét, aki erős, tegye a homlokára, vagy a homlokodra, a másik kezét pedig ide a halántékodra, de ne alulra a nyakadra, hanem ide fölülre. És kezdje el brutális erővel összenyomni a koponyádat. De hihetetlen erősen. Nyomja sokáig, mondjuk 15 másodpercig, amíg már szinte fáj, nem tudja összeroppantani a fejedet, tehát annyira nem erős. Utána ugyanazzal a két tenyerével tegye a, ez mit? Halánték. Ez a halánték? Az. Aha. Aha. Tegye a halántékodra a kezét, és balról-jobbról kezdje el megint összenyomni a fejedet. És ezt csinálja meg kétszer így, itt? Meg kétszer keresztbe így. Úgy. És egy perc alatt elmúlik a fejfájásod. Fáj? Jani, fáj? Nem. Még most már sokkal jobban érzem magam. Ugye, valahogy jövök. Hirtelen. Nem, maradj csak. De tudom, hosszában nyomni keresztben. Nem lehet. Hú, de jól érzem magam. De jó vagy. Mint a újjászülettem volna. Nem lehet se összeroppantani, nem lehet betörni, semmit nem tudsz csinálni. Hosszant irányba is jól megnyomod tarkón, illetve homlokon, illetve a halánték két oldalán és 10 másodpercen keresztül. A halánték két oldala itt a szemed sarkába, a füled és a szemed között, ott egy kicsit jobban tud fájni, ha azt erősen nyomják. Mert ugye ez itt egy lágy rész. És ez erősen nyomod. Biztos nem fáj. És elmúlik. Nem, köszönöm szépen. Jó, nem, most nem kell ezt kipróbálni, csak mondom, hogy ezt egyszer majd Mónikával töresd össze a koponyádat, nyomja meg, és meglátod, hogy mindenféle fejfájást így el lehet mulasztani. Jó, de mondjuk azt nem tanácsoljuk, hogyha esetleg valaki a Veszprém megyei ősiben lakik, ahol Fekete László és mondjuk a Lacit meglátja az utána. Lacikám, segítene egy pillanatra! Azt a bőle mondjuk kicsit. Azt tette meg 6 kiló csirke, fél liter kólát, 4 kiló kenyeretek, 10 franciós megyek ballonos tejér, 3-6-os. Ballonos fej. Bejobtam 16 tojásból, irányzott, tehát nem vagyok jó erőben. Na, mi kéne, a jó kedvem lenne. És összenyomt egy ilyen barackot. A Balázs most mondta a Bolli Csobám, hogyha előre meg hátulra nyomom már! És akkor pak! Az még nem biztos, hogy szerencsés. Na! Viszont, amiről mi szeretnénk beszélni 8 óra után, szerintem egy érdekes élethelyzet családokon belül, és akinél van nagyszülő, az egészen biztos, hogy megtapasztalta már ezt. Bécsi Ildikóval kapcsolatban olvastam én a múlt héten egy egészen szívszorító cikket, és nem az ő családi drámájával, életével akarunk foglalkozni, ezt egy bulvárlap boncolgatta, illetve pontosabban ő nyilatkozott is egyébként, és az eljövendő, vagy a tavasz közelettével feltűnő emlékekről beszélt ebben a cikkben, és érdekes élethelyzetet vázolt ő egyébként, amit szerintem sokan átéreznek, illetve sokan járhatnak hasonló cipőben. Itt már egy kicsit eldurult a helyzet, ugyanis arról van szó, hogy neki van egy fia, és a fiának pedig egy felesége, és nyilván a fiának meg a feleségének van egy közös gyermeke. Ugye, tehát Pécsi Ildikó már tulajdonképpen nagymama. Aha. Nagyon sokáig nevelte ő az unokáját, nagyon jó, szép, belsőséges érzelmekkel teli kapcsolatot ápolt az ő unokájával. Viszont a fia és a menye egyszer úgy döntött, hogy ők elválnak. És a cikk arról szól, hogy elmondja, hogy ez a válás őt mennyire megviselte, és hogy mennyire sajnálja, mert az ő menye úgy vált el, hogy megszakadt az unokájával is a kapcsolata, és tulajdonképpen a fiú közben felnőtt, és már nem is vágyik a nagymamája a közelségére, és hogy jön a tavasz, ugye sokat van kint a kertben, és hogy eszébe jutnak azok az emlékek, élmények, amikor ő a kisunokájával még felhőtlenül játszhatott a kertben, mert hogy a fia és a menye is még ugye jóban voltak. És ez mindig egy érdekes élethelyzet. Aztán itt azért ugye durvább dologról van szó, mert itt már az unokáját tiltották sokáig, meg aztán már nem is láthatta, és aztán végül elhidegült tőle, mint nagymama. De hogy ugye a nagyszülőkhöz való, vagy a nagyszülőkhöz való leadás, odaadás, amikor a saját gyerekedet ugye hát őrzésre helyezed el a nagyszülőknél. Milyen jó is az egy kis szabad este, érted, a nagyiéknál. Így van, szabad de... este, neked, a nagyiéknak pedig egy kis mulatság, egy vagy két gyerekkel. És hogy mekkora konfliktus forrás ez családon belül, hiszen a szülő máshogy neveli a gyermeket. A nagyszülő is mást ad a gyereknek, hát, vagy mást, hogy nevel közben. Nem is biztos, hogy engedi, hogy a szülő sokszor beleszóljon, hiszen azt mondja, hogy én téged is felneveltelek, miért ne tudnék az unokáddal ellenni. Értek hozzá. Szóval ez egy érdekes élet. Hát kétféle van. Van az értek hozzá, és van a másik, aki azt mondja, ismerek ilyet, hogy én nem fogom nevelni, neveld meg te, és én majd mindent megengedek neki. Hát persze, mert ő azt mondja, hogy te nem neveled, illetve ahogy te neveled, az a rossz út. De még lehet, hogy ezt sem mondja. Tehát te, mint szülő, neve... Nem vagy otthon, egyél nyugodtan még egy rántott szeretet. Na ez az. Kísérd le egy felesseli.
bele lehet újjal nyúlni, persze, nyugodtan a mézbe, kicsim, nem lehet bele nyúlni. Bocs fel, mama, még egy távolcsokit, nyugodtan. Látom, jönnek az emlékek, élmények, akkor azért ez nálatok is. Hát nálatok is egy gócpont. Szerintem egyébként nyilván mindenkinél, vagy a legtöbb helyem. Mert ugye tényleg mások a nagyszülők, mások a szülők. Te ugye bízol a saját szüleidben, vagy a feleséged szüleiben, de mégis azért elvársz bizonyos dolgokat a gyerekkel kapcsolatban. Én nem hiszem egyébként, hogy abban a pár napban olyan nagyon erre lehetne rontani a gyermeket. Tehát szerintem ezt nem kell nagyon túl stresszelni. De mégis sok családban sokszor hallom, hogy bizony komoly veszekedések vannak abból, ahogy a gyereket visszakapja a nagyszülőtől a szülő 2 nap után, 3 nap után, 1 hét után. Igen. Ugye Pécsi Ildikóék helyzete nekünk csak témaindító, nem akarunk vele foglalkozni, szegény, csak átéreztük ezt a problémát. Milyen rossz lehet. Már nem is láthatod azért. Már nem láthatod az unokádat. Igen, igen, de nyilván azért nagyon sok családban ennyire nem szélsőséges, vagy eldurult a helyzet. Viszont mint téma érdekes, hogy te szülőként hogy adod oda a gyerekedet, mikor veszel össze a saját anyáddal, apáddal, hogy kapod vissza, és mit csinálnak máshogy a nagyszülők, ami neked, mint szülő nem tetszik. Na, mondom neked az első pillanatot, na, amikor... Akkor mondd úgy, hogy nálatok mi volt. Így van. Nem, én ezt csak hallottam. Odaadtátok hippiként, visszakaptátok emost. Igen, mennyit változott a gyerek. Az első pillanat, amikor bejelented a gyermeked érkezését a családi asztalnál, és már akkor megy a megfejtés, hogy de majd a neve. Tehát itt kezdődik a dolog. A második, a még ha túl is éltétek ugye azt a gyönyörű 9 hónapot. De várjad, hogy mi lesz a neve? Hát persze, már sziszegés van. Hát mert hogy ti mentek egy kész névvel, életet párjával, te kitaláltatok valamit, amit elmondasz, és látod, hogy lehallgatja a fejét. Nem. Anyuka, nem a magáé lesz? Nem, a magáé, maga majd úgy hívja, hogy akarja, drágám. Minden, ami saját, azt mondjuk nem saját? Igen. Tehát nem saját. Nem saját. Nem. Nem saját sztori. Én mindig megkérdezem, saját? Jani, nem. Saját? Feri? Majd mindjárt, nem. Nem saját. Nem saját. Aztán megszületik a gyerek, és itt kezdődik az a dolog, hogy akkor ő jön. És mi mondjuk neki, vagy hát az ismerősem, akinél ez történt, mondta, így, igen. Igen, mondta az anyósának, hogy anyuka nem jön. Maga nem jön ide most 3 hétig. Ráér még ezzel. Ráér, megnézte a kórházba a gyereket, nagyszerű volt. Ráér még megnézni, mert most mi hárman, vagy nem mi, hanem aki mesélt, azt mondja, ők hárman szeretnének szocializálódni, egy család lenni. Higgyel, anyuka, hogy nem fog meghalni a lánya attól, ha maga nem jön minden nap befőzni, megfőzni, kitakarítani és a gyereket babusgatni. Következő, miután... Nem nálad? Nem nálad? Ne. Miután beengedted a lakásba, nem én, hanem az ismerősöm. Jó, látom. Szólsz neki, hogy anyuka, az, hogy azt itt... Én tudtam, hogy ez egy jó téma lesz. Azt itt mi nem csináljuk. Már hogy nem mi, hanem aki, hogy azt ott nem csinálják, tehát mi... Ilyen nálunk nincsen, rendesen beszélünk a gyerekkel. Tehát ez, de ezt itt csak az első fél és akkor még a jó ötlete még nincsenek is. Tehát, hogy én is tudtam főzni azt a vászon pelenkát, akkor te is tudod, nem kellenek ezeket a papírokat megvenni, úgyis csak a szemét van vele. Pedig tudjátok, mit rottyantott össze ez a Feri? Illetve nem a Feri, mert hogy máshol beszélünk. Így van. Én például ezt tök máshogy látom, mint te. Tehát, hogy én például úgy látom, hogy a nagyszülőnek igenis ez a feladata, nem? De ne ugyulubugyulózzon. De kicsit igen. Hát én is a vágyam, hogy De figyelj, a gyereknek egyébként ez nem rossz. Tehát nekünk szülőként elindul a sziréna a fejünkben, hogy úristen, mi lesz, mert elkényezteti. Úristen, majd otthon is lábbal fogja enni a lekváros palacsintát. Úristen, majd ott is szétkeni a nem jó, tudom, de nem rossz egyszer hallani az ugyulubugyulót, de 5 percekért hallod. A nagyszülő feladata kicsit ez. Figyelj, gondoljatok bele abba, hogy te majd nagyszülőként már fölneveled a gyerekedet, kirepültél már, de hogy te is babusgatnál még valakit. Megkapsz egy nagyon cuki, 2 éves, kicsit pufi, bilit használó, gügyögő kis cukorszemet. Hát nyilván nem az lesz az első, hogy ülsz a bilin, te büdös kölyök. Hát azt, ha nem eszed kézzel, késsel, villával a húsleves, meg a rizes között húst, van azért egy átmenet. A nagyszülő dolga kicsit elkényeztetni a gyereket. Én hagyom, nekem ezen nincs bajom. Feldobom a babát, elkapom a babát, feldobom a babát. Hoppá! De most a nagyszülő intézménye nem hülyék a nagyszülők, csak nagyszülők. Tehát nem vakok, gyengén látok, nem tudom, retardáltak, akik feldobják a gyereket és elejtíteni, nem örömezek. Feldobom, mit is csináltam? Jön lefőz a kávéra vagyok. Kevesebb listet a barátásban. Jaj! Tehát a nagyszülői intézményt azért nem sorolnám egyből oda, hogy aki 60 fölött van, az feldob egy gyereket, majd elfelejti elkapni, mert hülye. Csak nagyszülő. De hogy tehát a nagyszülő dolga kicsit, hogy nyugodtan kényeztesse el szerintem a gyereket. Nyilván, ha 2 hétig odaadod, és 2 hét után a gyerek úgy jön haza, hogy na mi az ember, ezért lerántja az abroszt, érted, és bemos 2 gyomorra.
De a szembe megyek ezzel, mert szerintem kicsit kényeztes. Nem, lilára csípkedett arccal jön vissza az a gyerek. Kis puzsikó. Láttál már gyereket, aki nem élvezte, hogy még megehet egy új plusz palacsintát? Elhízik attól a gyerek. A legjobb. Láttál olyan gyereket, aki most belehetett a cukorba, de otthon te nem tudtad erről leszoktatni? Hát kicsit az a feladata, hogy abban a két napban ott egyen bele, nem? Jó, jó, de amikor a tiéd beszól bele, tehát megérkezik anyuka. Nincs ilyen. És elmondja, nincs hogy nincs hát ilyen. Azért azt nem úgy csinálnám, Balázs. Figyelj, szerintem ezeket a harcokat meg kell vívni. Tehát ezek a harcok arról szólnak, hogy ezeket egy év alatt, két év alatt, három év alatt neked be kell szocializálni a te szüleidet arra, hogy ők már nem szülők, hanem nagyszülők. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly harc. Tehát ez egy nagyon komoly harc a szülővel megértetni, hogy te már nem vagy szülő. Ez már nem a te gyereked. Aha. Én már hidd el, hogy 40 évesen meg fogom tudni oldani. De még mondja a mai napig is nálatok is. Jó, ugye? De hát ő ismer nálunk... téged, tudja, hogy nem fogod. Rohadjál meg, ez már a sokadik szúrásom. Ma nem tudom, mi van. Egyébként szeretem, nem baj, nekem is adhatok nyugodtan. De hogy szerintem a szülőket át kell szocializálni nagyszülővé. Ahogy szerintem majd bennünket is át kell szocializálni, mert kicsit te is azt érzed majd, hogy a te gyerekednél te ezt egy kicsit jobban tudod. Az egy harc. Az egy komoly harc, azt minden családban meg kell vívni. Ha nem vívod, meg elvesztél. Ha beleállsz és megvívod, akkor előbb-utóbb sok csatád lesz, de utána nyert harcod van. És akkor a nagyszülő felkerül a nagyszülő polcra. Úgy van, úgy nyerted a harcot, hogy nem engedted be többet? Vagy hogy? Igen, ide anyuka het egyszerre jön karácsonykor, ide beengedjük, ugye tudod, van ez az újítás. Nem, szerintem csak ezeket az erőviszonyokat le kell játszani, hogy mondhatja, de beleszólni nem szólhat bele, tanácsolhat, de már nem úgy, hogy az örökérvényű, ha máshogy csinálom, fogadja el, hogy az is jó, hogy én így csinálom, ha ő úgy csinálta velem, de én máshogy csinálom, nem biztos, hogy rosszul csinálom, csak máshogy csinálom. Illetve ez az én gyerekem, hagyd döntsem el, én 40 évesen mit szeretnék. Így jön az, hogy ő meg erre besértődik, és nem fogja megfogadni a tanácsaidat, csak azért is ellenkezőleg csinálja, vagy nem jön többet, ez a jobbik eset. Anyuka! Azért nálatok is volt mit rendelni. Nem, nálunk azért jó, mert a nyósom... Nem, nagyon közel lakik, hála jó Istenek, sőt, jöhetne többet is nálunk, az összeset lehetett kezelni azzal, hogy azt mondom, anyuka, nem iszunk egy pálinkát, dehogy nem, és már kint is ültünk a konyhában kettő. Imádom. Ne! Haló! Azt a szent asszony nevedd a szádra. Nézd meg az anyját, vedd el a lánya. Szerikém, már csak egy ágyat tegyél alám, én már megvagyok. Na, úgy könnyű. Megállni ezen a vonalon, ezt a szent asszony ne bántsátok. Szóval helyre kell nem tenni. Nem róla beszélünk valami, másik család. Szocializálni kell szerintem a szülőket, de nekem tényleg szóval nincs bajom az elkényeztetéssel. A beleszólással van, de az elkényeztetés szerintem egy kicsit belefér. Mama, hajnal 3. Azzal sokkal inkább lehet baj, hogy a nagyszülő úgy érzi, hogy valamit nem valósított meg, és majd az unokáján. Vagy valamit elrontott a gyerekén, és majd az unokáján rendbe hozza, tudod? Vagy valamit megbánt, hogy máshogy kéne csinálni, és akkor az unokáján kezdel kísérletezni. Akkor is balettáncos leszek. Tehát fiamból nem tudtam azt. Aztán persze van az a beleszólás, tudod, amikor úgy szól bele, hogy az nem, illetve tanácsadás, úgy tanácsadás, hogy az inkább beleszólás. Tehát persze itt aztán vannak árnyalatbeli különbségek. Van egy csomó minden. De azért ez egy komoly konfliktus forrás, nem? Te kiadod rendeletbe, hogy mit lehet és mit nem a gyerekkel, ha leadod? A leadásnál lazább vagyok én is. Én azt éreztem mindig konfliktusnak ennél a bizonyos másik családnál, mikor... amit áthallottál a szomszédból. Igen, amit hallottam, ha jön... Tudod? Tehát, hogy akkor, vagy itt írja a hallgató is ez a szájra puszi dolog, hogy adod, nem adod az unokádnak, érted? Ha valamelyik szülő úgy dönt, hogy ne adjon oda, akkor az szólsz. De ő meg úgy gondolja, hogy az tök normális, akkor ebből már van egy feszkó. Én szerintem, igen, na ebből van a feszkó, de a feszkó sosem abból van szerintem, hogy vagy kevesebb esetben van abból a feszkó, hogy te szólsz. Nagyobb feszkó abból van, hogy nem állsz bele, hogy a feleségedet ez idegesíti, de te nem szólsz, mert nem akarsz konfliktusba kerülni az anyáddal. Ha tudod, hogy szólsz az anyádnak, ő megsértődik, ezért nem szólsz, inkább harcolsz a feleségeddel és csitítgatod, hogy ne szóljon a te anyádnak, majd intézed, persze sose fogod elintézni, mert nem szólsz a saját anyádnak, csak azt mondod a feleségednek, hogy szólsz az anyádnak. Tehát ebből van. De szerintem pont ezért kell ezeket helyre tenni, nem? Befektetni a szabályokat, hogy itt nincs szájra puszi. És akkor leírod, hogy anyuka, első szabály. Megkéred! Mondjuk nálunk ez a szájra puszi például nincs. Ezt sokan csinálják. Viccet. De ez tényleg nincs, nem úgy nincs. De hogyha van valami, akkor, de hogy fogalmazod meg? Hogy mondod el? Leülsz vele? Belead a rezsibe, érted? Csak nem mondasz neki, hogy a megsértődik. Beleadna, bár.
Igen. Aztán van például, én ismerek olyan családot, ahol például a nagyszülők egyáltalán nem kíváncsiak az unokára. Na, az is egy konfliktus forrás lehet, csak ez ugye a másik olvasata a dolognak. Hogy leadnád még két hetente egyszer is? Három hetente egyszer, és a nagyszülőkben semmiféle affinitás nincs, hogy unokázzanak. De minek? Tudod? Igen. Átvinnék a gyerek azonnal. Minek? Hova? Ide, aztán nem. Illetve pontosabban az, hogy igen, átviszed, és megkérdezi, hogy jó, de meddig marad? Ugye az szülőként nem jó érzés, hogy vinnéd. Várjál, a gyerek. Ne hagyd itt. Igen. Hello, hova mentem? Hát itt vagytok 10 percet, nem volt elég. És ez a másik családban, amit áthallasz, mindig azt mondod, ez úgy, hogy nem akarok beleszólni, de, tehát van ez a klasszikus mondat. Jó, de jó vagy. Ugye, mert ez ide egy klasszikus mondat, ez nem akarok beleszólni, de. Én soha nem mondanám azt, hogy hogy kell még az de. A gyerek éjszaka két évesen? Miért eszik még az a gyerek két évesen éjszaka? Például. Te se ettél, a testvéred se evett, de hogy lehet, hogy ő meg igen. Ez finom árt, itt mi is ilyenek leszünk? Valószínű, nem? Vagy ez nagy szülőfüggő, vagy szülőfüggő? Hát mi, akik nagyon jó szülők vagyunk, nyilván. Ugye? Igen, egyébként az egész nagy szülőintézmény gyerekek szépen lassan kihalóban van. Ez nekem egy fix elméletem. Sajnos. Ugye? Vagy dolgozik, ugye a nagyszülő még, mert dolgoznia kell, vagy már nincs. Nincs. Tehát szerintem 2-3 generáción belül maga a nagy szülői intézmény az szépen lassan eltűnik. És ez egy szomorú dolog. Hát én szerintem az a jó, ha sokan szocializálnak egy gyereket. Tehát én nagyon hiszek abban egyébként, hogy kicsit neveli a szülő, kicsit van a nagyszülőnél, ha aki megteheti, a nagyszülő máshova viszi, vigye, a szülő is máshova viszi, és sok felnőttől sok mindent hall a gyerek. Ez egy tök jó dolog, nem? Persze, teljesen más generáció, teljesen más hozzáállás, gondolatok. Meg szerintem egyébként a gyereknek kell is az a pici kis kényeztetés. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak ilyen téren, nagyon-nagyon szerettem mamámékhoz lejárni vidékre, és mindig nagyon élveztem, főleg azokat a pillanatokat, amikor megkérdezte, hogy odaadtam már a zseppénzedet? Még nem. És ez már aznap a negyedik volt. De tudom, hogy odaadtam. Na, drága hallgatók, írjátok meg akkor nekünk, hogy milyen nagyszülő típusok vannak, kinek milyen konfliktusa van a szüleivel, ha gyerekre kell vigyázni. Ha ott hagyja, vagy ott hagyjátok a gyereket, ha leadjátok egy hétvégére, hogy kapjátok vissza? Egyáltalán tényleg mi a konfliktus forrás köztetek és a szüleitek között gyermeknevelés terén? Hát ez egy érzékeny terület. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-745-00-00. Jövünk Ákos, hírei után. Hozom, drágám! Papucs! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy ugye Pécsi Ildikó milyen megható történetet mondott el az egyik bulvárlapban, és arról beszélt ugye, hogy mennyire hiányzik neki az unokája, hogy ilyen szép éveket töltöttek ők együtt, viszont hát fia elvált a menyétől, és a menye viszont nem annyira örült annak, hogy az unokája találkozik még ugye a nagymamájával, nem is találkozhattak, és aztán egy idő után az unoka már elhidegült. És egy olyan kertben él még mindig, ami hát a cikk szerint ugye az élete egy-egy örömteli pillanatára emlékezteti. És erről szeretném most könyvet írni, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen nehéz, sokszor nehéz élete, nem is azt mondom, hogy nehéz, az élet egyik érdekes hát, hogy is mondjam. Megoldásra váró feladata. Megoldásra váró feladata, a tanulási folyamata, amikor a szülőkből egyszer csak nagyszülők lesznek, a gyerekek szülővé lépnek elő, mindenki ugrik egyet egy másik polcra, ugye? Te gyerekből bizony szülő leszel, a szülőből egyszer csak nagyszülő lesz, és hát bizonyos dolgokat át is kell az áthelyezéssel tenni arra bizonyos polcra, a nagyszülőket oda, a szülőket oda, és mindenkinek bele kell szocializálódni ebbe a feladatba. Na, ez nem megy konfliktus nélkül. Lehet az oka, hogy ők nem tudják feldolgozni, hogy megöregedtek, és nagyszülők lettek? Hát, én ezt így ebben a formában nem hinném, hogy nem tudják feldolgozni. Egyszerűen 30-40 évig éltek valahogy, neveltek valakit, és aztán... Van valami más. És aztán van valami más. Nyilván sokszor azt gondolják, hogy gondolhatják, hogy hát akkor te elrontod a saját gyerekedet, mert lásd, én is így neveltelek, vagy nem így, és akkor milyen lesz az én unokám, te elronthatod. Sokféle tényező van, meg sokféle szerep szerintem ebben a dologban. Ráadásul előkerül két új rivális is, a másik nagymama és a másik nagypapa személyében. Az is lehet egy konfliktus forrás, hogy kinél van többet, hogy van. Nagyon sok vetülete van ennek a dolognak, persze. Ki ad neki többet, ki ad neki kevesebbet. Igen. Kinél van többet, kinél kevesebbet. Hello, Juli! Hello. Mi a helyzet nálatok? Nálatok is van? Nálunk feszültség? Az én édesanyám a tévé, nálunk a tévé az egy neurotikus pont. Ő olyan dolgokat is enged megnézni a gyerekeknek, amiket mi egyébként nem biztos, hogy engednénk. Úgy kezeljétek el, hogy egyszer nálunk aludtak a gyerekek, a Lidi éjszaka felsírt, mondta, hogy szeretne kimenni egy kicsit tévézni. Anyám mondta, hogy jó, hát rendben. Hát a National Geographicból baj nem lehet. És kézzel, hogy másnap reggel mentem a gyerekért, aki ekkora szemekkel ült a kanapén. Még mindig ugyanabban a kanapén. Igen. Igen. Ilyen kettő után. Anya,
Te tudod, hogy hogy tépi le egy medve az ember fejét? És a nagy fehér cápa hogyan tudja lemarcangolni az ember combjáról a húst? Tök korrekt, mondom, hogy megtanulja a gyerek, tudományos. Mi van? És akkor mondta anyám, hogy hát ki akart menni este tévét nézni? És mondom, de mire kapcsoltál? Hát a nagy állattámadásokra. Gyönyörű. És mondta, anyu, de ne, hát ne viccelj. De hát azt akarta nézni. De mondom, és hogyha pornót akar nézni, akkor oda kapcsolsz. Hát a másik ilyen szintén elég kényes kérdés az a nasi. Anyám szerint a gyerek agya éhezi a szénhidrátot, és adni kell. Aha, az agya, tökény, meg is vagy rá. Igen, ez egy nehéz dolog, hogy hol van az elkényeztetés, és hol van már a fölösleges nasoltatás, amiről te próbáld leszoktatni otthon, azt nem akarod, hogy rászokjon a nagyszülőknél. Hát persze. Nálunk a Lidi az csokoládéfüggő, és nagyon komolyan ki is játsza egyébként anyámat. Tehát náluk úgy indul a reggeli, hogy anyám megkeni nekik a kalácsot, és utána onnantól kezdve indul az ereszdel a hajamat. Szóval ők úgy jönnek haza, hogy délig megesznek két csomag popcornt, ilyen-olyan csokoládékat, akármiket, de a Lidi így jön haza, és már anyám hív, hogy gyere, mert nem bírok velük. Tehát ja, mert fölpörög a csokitól? Persze, rettenetesen felpörögnek a szénhidráttól, de szerintem, anyám szerint azt mondja, hogy ez teljesen normális, egy gyereknek kell lenni annyi édességet, amennyit kíván, mert hogy az agya ezt kívánja, tehát ez teljesen normális folyamat. És aztán ebből feszkó van? Tehát akkor te leszúrod, elmondod hát neki? Nagyon nem szúrom le, de hát nyilván mondom, hát ilyenkor ugye ütköznek a vélemények, mert ő kitart a mellett, hogy a gyereknek már pedig szüksége van szénhidrátra, amire én azt mondom, hogy persze természetesen szüksége van a szénhidrátra, csak nem ennyire. A Miró nagymamája az például egy végtelenül megengedő nő. Ő szerinte a gyereknek minden szabad. Egyszer arra mentem haza 3 évvel ezelőtt, hogy a két gyerek kínál az ablakon, a földszinten, és pisilnek ki. Ne! Tök menő! Na, ez a másik véglet. Tehát ez a másik véglet. Nagy kicsit, igen. Májko, mi történt? Hát, gyerekek! De hát mondom, Májko, hát rájuk kell szólni. Hát ez nem gyerekek, hát ez nem szabad engedni. Ugyan már! Tehát, hogy ott... És álltak az erkélyen, és pisiltek. Nem, az ablakban. Ja, az ablakban. Egy földszinti ablakban, igen, Ady Endre út, tehát, hogy minden, az egész villamos, mindenki rálát szemben az iskola, és a két Istenem, gyerek... hadd menjek már elém is a nagyihoz egy hétvégére. Miért nem mehetek el Janival egy kicsit hétvégézni ez a nagyihoz? Elmegyünk, jönnél értünk, Balázsol ott googolnánk az ablakban. Ilyen nagyinál akarok én is kicsit hétvégézni. Szóval, amikor Májkonál vannak, a Májkonál egy ilyen felszabadulás, ott minden szabad, ha az én édesanyámnál van, akkor ott tuti, hogy van valami kis édesség, valami kis nasi, esetleg olyan film, amit otthon nem biztos, hogy meg lehet nézni, amitől utána mondjuk néhány napig még rémálmuk lesz, úgyhogy mindig vannak ilyen. Igen, nem egy egyszerű élethelyzet, igen. Na, nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatóink. Anyósom mindig parancsolgat, minden tilt, és elvárja, hogy mozdulatlanul hang nélkül ücsörögjön az ölében a 10 hónapos gyerek. Mindig letiltjuk, hogy mi nem tartunk diktatúrát, írja egy hallgató. Nálunk a legdurvább az volt, amikor anyósom drága mama azt mondta, hogy ti még túl fiatalok vagytok a gyerekhez, én 23, a férjem 26 volt, adjátok oda, majd én nevelem. Ó, neki hiányzott valami az életéből. Igen. Szép. Igen. Anyósom levágta a lányom haját, mert zavarta, hogy hosszú. Hú, gyerekek, itt azért vannak komoly történetek. Mi akkor döntöttük el, hogy növesztjük éppen neki. Hát mama levágta. Mert olyan kócos életem, ezt már nem lehet kifésülni. Na igen, na ez már erősen beleszólás a gyereknevelésbe. Tehát erre már szerintem ez például egy olyan pont, amire minden szülő joggal sziszem föl. Te gyereked olyan hajat növesztesz nekem, ami nektek tetszik, tehát a mama ne szóljon bele, hogy milyen az unokája haja. Fogadja el úgy, és szeresse. Igen. Vagy ha nem tetszik neki, mondja, na, de ne vágja le. De ne vágja mondja. Le. Nem? Tehát, hogy azért majd te megkapod az unokádat, levágod a haját, az nem szép. Nem szép dolog. Azt mondja, hogy átviszem a gyereket anyuékhoz, és lefektetem a szabályokat, se kóla, se nyalóka. Mikor megyek, érte, mi van a gyerek szájában? Kólás nyalók. Mert külön nem lehet, hát de együtt. Igen, ez is egy érdekes pont, igen. Az én anyámnak mindig mindenről megvan a véleménye, el is mondja, hogy már ő felnevelt két gyereket. Hiába mondtam már neki párszor, hogy 30 éve mások voltak a szokások, továbbra is mindent véleményez. Talpra esett anyaként, ezt igen nehezen viselem. Írja egy hallgató. Egy hét nyaralás Sopronban, 2 éves gyerek addig a nagyszülőknél, amikor egy hét után megyünk, érte, a gyerek káromkodik, mint egy csikós bojtár. Após ténykedett. Azért a szép, mikor 2 éves gyerekedet hallott káromkodni, igen. Anyukámra hagytam a gyereket, reggel ült a gyerkőc a számítógép mellett, délután mire megérkeztem, a gyerek ugyanitt, ugyanúgy ült. Nem volt levegőm, mert nem volt kedve állítólag, aha, és csak levest evett. Csak végső esetben bízom a gyereket az anyámra. Én is azt hallgatom, hogy felnevelt két gyereket, soha nem foglalkozott velem, állítólag azért, mert jól tanultam. 8 éve járok terápiára, írja egy hallgató. Azért van, akit kemény élethelyzetek. Csak azt a tetves tévét kapcsolják ki. Egyébként szocializálják nyugodtan.
és a pityókás állapotban történő politizálást is elfelejthetnék a gyerekek jelenlétében. Amúgy imádom őket. De az is oda ülteti nagyfater az unokát az asztal, és magyaráznék, nem én először rájuk szavaztam, hittem bennük, tudod mi az, hit! És a gyerek így csináltak, elárultak. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Szimola! Szimola, milyen ritka neved van, hello! Igen, hát én az anyósomékkal élek együtt. Emeletes házban, és mi fönn vagyunk az emeleten szerencsére, de viszont lent van egy kutya, akit kibeengednek, és tiszta kutyaszőr mindenhol minden, és egyszerűen nem fogják fel, hogy én miért nem szeretném azon közegbe levinni. Hát igen, ezen nehéz mit csinálni. Igen. És ráadásul a 6 hónapos kislányom anyatejes, és az anyósom közölte velem, hogy most már nyugodtan adhatok neki nokedlit pörköltet. Ne! Ne! Hát jó, figyelj! De egyébként klasszik. Egy jó házi nokedli. Ő is adott a gyereknek, akkor te is adjál. Igen, ebben az, hogy te is túlélted, lágyom, ő vagy az én gyerekem is túlélte, mondja ezt ráadásul a mennyének, és ugye a mennyós, mennyit? A menny és az anyós, na az még egy külön kapcsolat. És 6 hónapos gyereket anyateljes táplálás kicsit mellé tette nokedlivel? Hát ráadásul a párom le is viszi, úgyhogy én leengedem őket, és most pöccintett el a párom, hogy ők etetik is, nem is tudják, hogy nem mondta meg, hogy mivel, úgyhogy én azt sem tudom, hogy ott lent mit adnak a kislányomnak. Ezentúl 5 percre sem merem magára hagyni. Hát figyelj, örüljnek, hogy nem hekket adnak neki, vagy körömpörköltet. Egyébként minden nem van rosszabb, igen. Megevett a gyerek 2 hekket a Rómáin egy kis kovjúbival kenyérrel, úgy nyeltem, mint kacsár nokedli. Ahol halvan, ott szálka is van, mit csodálkozik. Majd megtanulja az a gyerek. Atya Isten, nem könnyű élet, nem könnyű élet. Ráadásul, ha valahova, bárhova elindulunk sétálni, vagy valahova, megkérdezi az anyósom, hogy mi van a táskában, és majd, hogy nem ki is kell neki pakolnom. Anyos kicsit túlvezérelt, nem? Hát meg egy kicsit kíváncsi, meg ha följön hozzánk az emeletre véletlenül, akkor minden szekrényajtót kinyit, és megnéz, hogy mi van benne. Ne! Hogyan van elrendezve? Ne, végig mutatja a lakást, tényleg? Igen, és mint valami revizor így végignézi a lakást, hogy én hogy tartom rendbe, hogy nevelem a kicsit, milyen a kicsi, hogy csak kihez adta az ő fiú gyermekét, ugye? A férjed nem próbál szólni neki? Ő egyet... Nem, ő sajnos nagyon ilyen anyás, én meg beleestem ebbe. Aha, hát pedig itt a fiúnak kellene azért egy kicsit ezt a dolgot, itt az erőviszonyokat elrendezni, hogy kinek mi a feladata egy ilyen kapcsolatban, igen, igen. Hát tegnap elmentem fogorvoshoz, és nem mondtam meg neki, hogy hova megyek, de az édesanyámmal mentem el, nem rossz emberrel, és a párom után telefonált, hogy mégis én hova tartok. Ajajajajaj, fú, itt azért több dologban, igen. Nem egyet. Külön költözés, ez lehet. Itt nem a csirkepörk, az meg a galuska legnagyobb probléma. Bár az se szerencsés 6 hónaposan azért. Ugye, bár a fele se tudja, túlélhető, csak hát mégis azért. Hát egy anya szeret ott lenni először, amikor a gyerek szilárd táplálékot teszik, ugye? Tehát, hogy igen. Hát nagyon szeretné, meg szeretném kihagyni belőle. Igen. Köszi, hogy elmondtad, kitartás. Köszi szépen. Ciao, hello. Kis összenet, ír egy hallgató. Nyáron elvihetjük az állat kertbe? Mama, először mi szeretnénk. Akkor ti elviszitek majd a vidámparkba. Jó, de azt tavaly bezár. Nagyon tipikus, igen. A fiam átmegy a nagyihoz, ahol beültetik a tévé vagy a számítógép elé. Megtörtént, hogy nagyék a kertben bulisztak, a fiam a tévé előtt ülve nem is tudott róla. Így már nem megy a nagyihoz, írja nekünk egy hallgató. Szép napot. Aztán nézzük még SMS-eket. Azt mondja, én odaadtam 10 évesen először a gyermeken meg anyosoméknak vidékre 3 hétre, visszakaptam évnyitó előtt 1 nappal, 6 kiló plusszal és iszonyat tájszólással. Rohanás ruhát venni, semmi nem ment rá. Legközelebb használati utasítást kaptak hozzá. Mondjuk 10 évesen kapta meg a nagyszülő először a gyereket, az is fura. Nem? Hát biztos, hogy ilyen hosszú időre. Nem? Tehát, hogy már előtte akkor is jártak, csak igen, akkor egy nyarat ott töltött a nagyinyá. Olyan szépen esik az a gyerek. Ezt élni tud már. Igen, 6 éve. Sziasztok, az én anyósom még azt is próbálta beszabályozni, mikor legyen behúzva a sötét idő, és meddig legyen nyitva az ablak. Míg meg nem született, a pici nagyon jó volt a viszonyunk, de azóta nagyon kiborít, mikor jön hozzánk. Még jó, hogy nem lakunk egy városban. Ezt Laura küldte nekünk. Az alapvető... egy hallgató... Az alapvető probléma a fiús anyukákban van, aki úgy lesz nagymama, hogy a fiának születik gyereke, sokkal kritikusabban áll a gyermekneveléshez, mert a mennyében már alapból vetélytársat lát, írja egy hallgató. Ez is egy érdekes felvetés egyébként, igen. Nálunk a reggeli fogmosás volt a konfliktus oka, anyó szerint nem kell az. Nem lesz koszos a gyerek szája éjszaka.
3 éve volt. Mondjuk tök logikus. Hát az tényleg nem evett csokit ez éjjel. Uh-huh. Na. Na igen. Aposom alig várja, hogy lássa az Iker unokáit, aztán mikor megyünk, értük, alig várja, hogy elmenjenek, írja Edina. Három éves kislányom egyik nagyszülős hétvég után napokig használta a faomba szitokszót. Sírjunk vagy nevessünk. Én azon nevetnék egyet. Persze. Egyébként a szórakoztató egy ideig. Ha nem veszed észre, állítólag elmúlik. Csak az a két nap, amíg nem veszed észre, addig nehéz. És akkor még örülj neki, ha ezt a nagypapától tanult el, és nem a nagymamát. Hát gyerekek, ez egy nehéz. Igen. Ez egy nehéz együttélés. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket, hát nagyon és kitartást. És hát sok SMS írónak, igen, kitartást kívánunk. Azt hiszem, van még egy utolsó. Azt mondja, anyós perverziója, hogy disznódalokat tanít a 4 és 8 éves gyerekeimnek. A húsvéti termés Dunában úszik egy harca, fogom a csöcsödet, marcsa. Fogom a pöcsödet, te meg a csöcsömet, hollári, hollári, hó, és jókat nevet rajtuk. A négy éves büszkén dalolja. De verset tanít. Ma kezdődött az óvoda, kicsit izgulok. Igen, ezzel fog igen kezdeni, biztos lehet benne. Hollári, hollári. Jó, mama nem százas azért, nem? Tehát 4 éves gyereknek ilyen dalokat tanítasz azért, mama. És mama az mindenkinek kioszt egy sportszöletet utána. Ha jól visszamondod, hogy nyomatékos így. Ez ma erős egy picit, igen. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket, játékkal megyünk már is tovább. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Szia! Ciao, Bálint, hello! Van gyereked? Nincsen sajnos. De hát akkor még csak vagyok. Te még csak hallgatod ezeket a sztorikat, és gondolkozol, hogy mi vár majd rád. Hát igen. Azért, amikor bemegyek egy boltba, és ránézek, hogy egy gyerektipő ennyi, és akkor mikor egy 3 centis tipőbe ennyi válhat, akkor az kisebb szívromat kapok tőle. Picit más oldalát fogtad meg a témának, de ez egy érdekes felvetés, igen, hogy mi kerül ennyibe egy gyerekcipő. Racionális, praktikus oldal, nekem nagyon szimpatikus. Más, mint amiről az elmúlt fél órája beszéltünk, de ez is egy érdekes felvetés, hogy mire felleveled a saját gyerekedet, igen, hát rengeteg pénzt költesz el. Sümegen vagy éppen? Így van. Mit csinálsz ott? Én szakács vagyok. Szakács vagy. Ott van egy jó kis wellness hotel, ott vagy szakács vagy? Nem, idősek otthonában vagyok szakács, de itt van nem messze tőlünk. Idősek otthonában. Nem játszottunk már? Nem tudom. No. Szerintem nem. Az idősek a kollégámmal otthon... játszottak. Igen, az Olival. Ja. Zolival. Jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Szó. Szerintem menni fog. Menni fog. Nézzük, így szól az első kérdés nyakpalkasztóért. Mi a keresztneve John Connor anyjának a Terminátor filmekben? Azt hiszem, Sarah Connor. Így van. Sarah Connor, így van. Ezt tényleg, ezt tudni kell, ez egy alap kérdés. Na jó, ne csak én kérdeztem, gondolkodtam, de... Egy minusz. Hát a Terminátor rajongók azért ezt tudják, igen. Menjünk tovább? Menjünk, persze. Baseball sapkáért, így szól a második egység. Melyik megyénkben található a Gerecse-hegység? Na, szép kérdés. Gerecse. Hát azt kérdezte, te valahol merre van a Somló, az egyszerű lett volna. Hát igen. Gerecse. Hát csak tippelni tudok. Talán Baranya megye? Nem, ez Komárom-Esztergom megye. Komárom-Esztergom. Gerecse-hegység, Komárom-Esztergom megye. Így van. Hát jó, örültem, hogy veletek játszottam. Hát jó volt, az első kérdésen túl mentél. Köszi a játékot, Bálint. Én is köszi, sziasztok. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Igen, dőlnek még mindig az SMS-ek. Após reggel úgy indít, hogy kakaós csigát meg kell inni nutellával az unokának. Majd fősz hozzá egy olyan sűrű kakaót, hogy megáll benne a kakaó. Picit cukorfüggő. Igen, papa picit cukorfüggő, igen, kényezteti az unokát. 3 perc, pontosan 9 óra jövünk, Ákos, híre jutam. Kassa Tibi vagyok. Az elmúlt 10 évben megtanultam behúzott hassal élni, könyvet tudnék írni. Jó étvágyat! És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
9 óra múlt 11 perccel, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, gyerekek, olyan nyomott idő van, komolyan mondom. Igaz, kettős frontatás, ne kérdezni, mi az, de arra. Érzem, mintha soha, de soha nem lenne vége ennek a reggelnek. Nem azt érzitek, hogy itt ülünk, és csak egy ilyen elfolyó, szürke, soha véget nem érő masszában vagyunk? Nem, mi jól érezzük magunkat Janival, de... Nem arra gondolok, hanem, hogy ez mint 8 órája ülnénk itt, és így szürkeség van, így, mint a nyomnának fölülről, egy ilyen lapáttal, várod, hogy úgy valami történjen, dörögjön az íj, vagy úgy elmúljon ez a szürkeség, ami az agyamban van. Ezt tudod, mikor fogunk majd megszűnni? Soha, mikor az én agyamban soha. Stúdióba, abban a pillanatban, mint egy szappanbuborék, így. A nap kisüt. Úgy is van. Vele érkezik. Vele érkezik minden jó ebbe a stúdió, de hogy is. Vannak napok, amikor minden csak úgy folyik, nem? Úgy nézed kívülről az eseményeket, vagy csak ez az én szürreális kicsit fura világomban van, hogy úgy ha látom a szájakat, akik beszélnek hozzám, meg minden olyan szürke tompa, és olyan, mint ez csak akkor van, amikor keresztül... mi beszélünk. Akkor érzed. Az egész olyan, mintha egy ilyen szűrőn keresztül nézed a világot, nektek nem szokott ilyen lenni, és hogy hallod, hogy valaki beszél, de nem igazán hallod, hogy mit mond, meg hogy látod, hogy mozog a szája, de nem érted. Minden szürke, minden tompa, és kicsit a testeden kívül vagy. Ilyen nektek nem szokott lenni? De szokott, és a végén mindig azt mondom, hogy jó van, anya. Jó van, anya, de mi a mondat vége? Vagy de ez jó, a vége az jó, egésznek. Jó, hogy ez a vége. Ja, beszél valaki előttem ül. Igen, anya. Frissen fogszabályozott szájjal, és igen, jó van, anya. És minden kicsit hideg, minden rideg, és minden olyan furcsa? Ez igen. Szokott lenni? Amíg le nem vesszük a ruháinkat. Ja, igen, mert minden ilyen élmény egy forró szeretkezéssel ér véget vadonéknál. Mindig. Kell oldani valahogy. Minden egy ógyír. Minden lőrinci. Minden lőrinci rágyír utána. Igen. Neked nincs ilyen, csak az én tudatomban, az agyamban van ez így? Hm? A szürkesség, nem, a nyomás. Szürkesség, a nyomás. Látod, engem már kipöckölt a témából. Értem, hogy te azt érzed, hogy te túl jó vagy, te jó szállal, jó szeretem. Ha tényleg igazat mond ez a rohadék, és ezeknél minden egy szeretkezésbe torkol. Minden vásárlás, minden szürkesség, minden hétvége, minden péntek, és bármi, minden szerlek egy forró vad szeretkezésbe torkolik. Igen, a kutyafádat. Tényleg a kuponos vásárlást meg lehet ünnepelni szexel? Hogy ne lehetne, azt lehet csak igazán. Szerinted miért gyűjtöm a kuponfüzeteket? Micsoda? Hát elfogy 3 kupon, és még folytatott volna 2, de megmaradt. Azt is csak egy forró szeretkezéssel lehet elütni. Hát hogy ne? Hát ismeritek azt a mondatot, ami egy picit ilyen kis réveteg, nem a szemedbe nézős tekintettel indul, és figyelj, apcika. Itt már tudod, hogy baj az van. Az van, hogy nem tudom, mit szólnál hozzá, de jól mondom, vedd meg. Vedd meg, akciós. És ilyenkor ez drága dolog, vagy egy csomag krumplipürépe hely? Nem. Tehát, hogy miről nem, szól? Mire kér engedélyt? Csomag krumplipürépe hely, igen, de hagymával, pirított hagymával. Az már extra. Azért az érted, az mégis picit drága. Jó, de kuponban az jön ingyen. Hétvége van, vegyük meg ezt a krumplipürépe helyet. Nem! Nem! Csak ha van belőle 10-es csomag a metróban. Nem! Veszünk krumplipürépe helyet. Na mindegy, lehet, hogy tényleg neki nálam már néhány dologgal, de egész reggel ezt érzem, hogy hangok beszélnek a fejemben. Csak herbáltójál is, akkor nem. nyúlik a reggel, minden folyik, és olyan testen kívüli, az érzésen olyan testen kívüli. Ez meg a motoros jogsi. Légy bátor. Nem tudom a hangok, mert nem tudom a hangok, mit mondanak, össze-vissza. Csak duruzsolnak, na az a nagyobb baj. Próbáld ki a popsi. Nem megcsalás. Nem, ilyeneket nem mondanak. Szoktatok úgy lenni valahol, hogy csak úgy vagytok valahol, de közben kívülről nézitek magatokat, ahogy ott vagytok azon a helyszínen? Ilyen szokott lenni nektek, hogy bementek egy kútra tankolni? Ha kedd, akkor Balázs újra volt, azt szoktatok lenni úgy. Bementek egy benzinkútra, és úgy tankoltok, hogy közben végignézitek, ahogy kívülről tankoltok? És a ti testetek csinálja, beszéltek, de közben az egészet látjátok kívülről? Vagy van egy élethelyzet, hogy homokozol a gyerekkel, de közben látod magad, hogy kívülről, ahogy homokozol a gyerekkel? Ilyen szokott nektek ilyen testen kívül élményetek lenni? Az egész életeteket sokszor kívülről figyelitek és analizáljátok, hogy te most úgy homokozol a gyerekkel, hogy közben testen kívülről analizálod, hogy homokozol a gyerekkel. Ilyen nektek szokott lenni? Egyszer 2004-ben a kisbüdösben ott kiszállt belőlem a testem, vagy a lelkem, valami, emlékszem rá, így volt. De aztán jött a takarítani, és mindent feltakarítani. Nincs ilyen, hogy valakivel beszélgetek, és közben egy harmadik nézőpontból nézitek azt, hogy ti ketten beszélgetek? Nincs! Te beteg vagy! De az vagy! Nincs, soha nincs ilyen? Nincs! Mi megéljük nem, az életet. Akkor ezt kezeltetem most már tényleg. Hát vagy skizofrén vagy. Hogy ülsz egy értekezleten, és közben látod magad, ahogy ülsz azon az értekezleten? Ilyen nincs. És rettenetesen unod vagy? Nem, de látod, hogy mit tudom én, vásárolsz valahol, és látod magadat, ahogy te most vásárolsz. Hát... És végig analizálod a dolgokat, hogy te most fogod, és beteszed a kosárba, de közben nem csak automatikusan teszed be a kosárba, hanem minden egyes mondatodat, pillanatodat, mozdulatodat analizálod, és felismered, hogy te most éppen mit csinálsz. Ilyen mi akarsz kiukadni? Örülni, ha elmaradna holnap értekezlet? Az ma van. Az ma van, ma szerda van. Ja, tényleg ma szerda van már. Ja, akkor ez.
Legtöbbször a kollégáim örülnének, hogy elmaradjon az az értekezlet. Ha én ott vagyok egy értekezleten, akkor... Nem, csak ezeket így... És így mondod magadat? Vagy mondod magadnak, hogy ne azt vedd meg? Nem. Minden teljesen automatikusan történik. Tehát te közben teljesen automatikusan mész, tankolsz, fizetsz, tehát az egyik éned ezt valójában végrehajtja teljesen automatikusan, szocializálva úgy, ahogy egyébként azt megtanultad, hogy kell viselkedni egy benzinkúton. De az éned másik fele közben kívülről figyeli az énedet, ahogy tankol, megy oda, fizet, beszélget a pultossal, és én egyszerre beszélgetek, egyszerre figyelem a beszélgetést. Szerintem add le a jogsidat és a gyerekeidet is. Szerintem igen. Ugye? Igen. És érzel olyankor ilyen kis keserűség magadban, és arra gondolsz, nem. Hogy amikor bennülsz egy értekezleten, hogy ez a rohadt Jani már biztos hazafelé metrózik valami cukrászda felé. Igen. Arra viszont igen, arra. Hogy rohadjatok meg. És a végén mekkora egy foglalat szeretkezni. és mivel ünnepelhetnék máshogy, mint hogy a bali értekezleten van, mint egy forró szeretkezéssel. Jani belép a lakás, és azt mondja, gyere Mólik, a bali értekezlete van. Ünnepeljük ezt. Csak teli assal, érted? Üres has, nem szívesen tanul, nem szívesen dolgozik, nem szívesen. Hoppá, hoppá. Jogos egyébként. Ugye? Mit szóltak ez az ügyhez? Mennyire megható, mennyire szép, mennyire emberi. Meg hogy kívülről nézni magát? Hogy igen, hogy egyrészt kívülről, veletek nem szokott jelenni, hogy de velem minden megtörténik, velem biztos, hogy volt, mondd. A kedves orosz emberek, akik lemozgatták a néni lábáról a metrót, azt nem, mintha mi sem történt volna, tovább betróztak. Azért ez de mennyire beszorult valaki a metró. Igen, beszorult, igazából nem történt semmi baj. Tehát még mielőtt valaki megírná, hogy szerencsétlen idős embereken viccelődünk, nem ez történt, mert a néni csak kisebb sérüléseket szenvedett, de hogy a kedves embertársai, az ő, vagy egykori elvtársai, fogták, én láttam a videót a televízióban, és szépen elkezdték így 1-2-3-ra, illetve 1-2-3-ra mozgatni a metró szerelvényt, amit aztán annyira kimozgattak a helyéből, hogy a néninek ki tudták húzni a lábát. Igazából tényleg komoly baja nem történt. Uh-huh. És megúszta, és abban a pillanatban, hogy kint volt a láb, mit csináltak, nem éjjeleztek, nem tapsoltak, nem bementek, mindenki beszállt a metróba, és elmentek. Menni kellett melózni, time volt, idő volt. És ezt mindezt te kívülről láttad? Vagy? Ezt én kívülről láttam, mert egy videón láttam a tévébe. De mennyire szép, nem? És a néni ott ült bent törött lábbal? Nem, csak beszorult a lába, ő állt szerintem, tehát hogy annyi volt, hogy valószínűleg rosszul léphetett, és nem fellépett a metróra, hanem a metró és a peron közé lépett be, és így picit így átsúszni át tudott a lába, de visszahúzni már nem tudta. És akkor az emberek gondoltak egyet, és mit csinál az orosz ember? Fölborítja a metrót. Ez nagyon szimpatikus. Tök emberi. Ők egyébként hihetetlenül eleményesek, nagyon jó videókat lehet fent látni, például az internetes videómegosztó portálokon arról, hogy ők mire képesek. Például hogy ők nem hívnak egy katasztrófa védelmet, nem hívnak egy toronydarút, vagy nem hívnak semmit. Máshol máshogy csinálták volna? De. Nem borították volna föl? Hát, az oroszok ennyire lelkesek? Nernél például, hogy ott van valaki beszorulva a metróba, nem. Hogy elkezdem mozgatni a metrót, leesik-e, ahol áram van például, vagy nagyobb kárt okozok-e? Hát, úgy van beszorulva, hogy ő már leveg a peron és a metrókocsi között, és a levegőben van a lába, akkor nem merném meglökni, mert akkor leesik. Ha ül a peron szélén, akkor azért megmerném mozdítani a metrót. De mit tudod te? Vagy úgy vérzik el? Mert most még a metró szerelvény elszorítja az ütőre. Nem csak oda mozog, hanem vissza is. Az a metrókocsi. Tehát még akkor baj is lett belőle, de ők úgy gondolták, hogy... Nem lesz. És nem lett szerencsére. Reméljük, nem lesz semmi gond. Ilyenek ezek az oroszok. Sokan vannak erősek. Egyszerűen gondolkodnak. Nem csinálnak semmi problémát. Igen. És akkor, ha már ilyen rejtélyeket boncolgatunk, mondjátok már meg nekem, hogy van na, az, hogy... Na, felszívtad magad a sztori alatt, látom. Nem tudom. Szoktátok magatokat látni kívülről akkor, amikor? Nem, már az nem akarnak ezzel fárasztani benneteket. Nem, az ötvös cirkusz történet, ez nyilván olvashatok, hogy a fenébe tűnik el ebből a cirkuszból állandóan valami, mondja meg nekem ezt valaki. Amikor nincs is bűvész. De egyrészt kiharagszik kire, hogy ott állandóan állatok szabadulnak ki. Kettő, miért nem vesznek rendes lakatot? Három, mi van az, hogy egyszer csak eltűnnek oroszlánok, most meg eltűnnek pónilovak? Tehát hogy történik ez? Tudja lakat, nem tudom. Akkor cseréljük le, öcsém, mert... De nem lehet, hogy az állatok ennyire okosak egyébként, hogy az oroszlánok is rájöttek, hogy eltávra mehetnek. A pónilovak jöttek, most már utánozzák az oroszlánokat, tehát hogy utána legközelebb megszöknek majd a tarajos sülőt. Figyelj, simán el tudom képzelni. Helyekről meséltek, rendezvényekről meséltek, élményekről meséltek, akkor én is kedvet kapok ezekhez. Aha, nyilván az volt, hogy most legutóbb, ugye, amikor Kecskeméten az oroszlánok megléptek, akkor utána visszazárták őket, visszakerültek a többi állat közé, és elkezdtek szorizni. Figyeljetek, nem fogátok el. Szabadok voltunk, hallják. Voltunk a cifrapalotán.
stb. És ez nem zavart a pónikat abban, hogy ők már nem Kecskeméten vannak, hanem Hódmezővásárhelyen, és gondolom ők is ki akarták próbálni ezt a fantasztikus élményt, de nem lehet, amit átélettek az oroszlánok. Új marketingese van az Ötvös Cirkusznak, és ez a helyzet, hogy mindenhol szabadon engedik őket. Négy hetente elenged pár állatot. Kisorsolják, Kecskeméten legyenek az oroszlánok, Hódmezővásárhelyen legyenek a pónik. Uh-huh. Hogy van ez, hogy itt mindig kiszabadul valami? Kecskeméten a kecske, ne, az átlátszó. Az nagyon az a média hexagon. Ne, Kecskeméten menjenek az oroszlánok, Hódmezővásárhelyen menjenek a pónik. Hova mennek legközelebb? Meg kell nézni, hogy mi a turné. Pár évvel ezelőtt megléptek tőlük még zsiráfok és lámák is. Az Ötvös Cirkuszhoz kezdték? Fogja lejtettek néhány buddhista szerzetet. Nem, lámák. Ez a zsiráfok mentek el először? Tényleg? Igen, és a lámák. Már ez a zsiráfok is a lámák. Zebra volt, zebra és láma. Hasonlít a két állat egymáshoz, megértem. Ez most Hódmezővásárhely? Ott volt az eltűnés? Nagyon egyformálat a zsiráfok a zebra. Igen. Ez most Hódmezővásárhelyen volt. Szeged a következő, csak szólok. 9-től 19-ig. Április 9-től 19-ig. Mm-hmm. Figyelj, ha marketing szempontból csinálják, egyébként zsenik. Jó, Szeged, mi fog eltűnni? Most a póni? Én nem tudom, miük van. Miért nem tűnik el egyszer egy törpe, vagy egy bohóc, vagy valami? Tehát miért mindig állatok tűnnek el? Hát szabaduljon ki egyszer egy pelenkás majom. Nem a pelenkás. Hát tudjuk, hogy pelenkás majom az egyébként jó lenne. Hogy a kis mellényes, bugyos, török agyás, kaftános kis cintányíros majom lehet egyébként az egész mögött. Tehát lehet, hogy itt egy állat ébredt az öntudatára, és ő akarja kiszabadítani a többi állatot. A cintányíros majom. Tehát egy cintányíros, pelenkás, bugyos gatyás majom szabadítgatja ki az állatokat. Nagyon egyébként könnyű lehet, hogy ő az. Szerintem ő lehet a dolgok mögött. Mindig oda megy, vagy van főkulcsa, vagy tényleg csak riglire nyílik a kapu, akkor oda megy, és amikor szabadon elérsz valami vállalatot, akkor utána... És újra tapsol. Igen. És ezek most meddig jutottak ezek a pónik? Mert az oroszlánok egészen sokáig ott elbandukoltak egy ideig. Messzire ők sem mentek egyébként, az oroszlánok se, de valószínűleg a pónik se. Nem, vagy tudunk valamit? Meddig mentek? Hát én úgy tudom egyébként, hogy rekonstruáltak az esetet, és akkor az volt, hogy az egyik póni azt mondta a másik, hogy figyelj, menjünk a zebráig. Nem eddig, a másikig. Érted, mert ott volt a közökben egy zeb, de nem, ők távolabb mentek. És akkor ott egy ilyen kis torlódást okoztak, mert hogy bekolbászoltak az út közepére, ilyesmi, és az autósok nem fértek el tőlük. Na jó, mert megkérdezzük Ötvös Lórátot, aki már itt van velünk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt kívánok! Hello. Küldjünk pár lakatot? Vagy mit csináljunk? Már megoldottuk a problémákat igazából. Én nagyon szeretem ezt, hogy nálatok mostanában állandóan megszökik valamilyen állat. Hát én azért annyira nem szeretem. Egyébként nyilván gondolom. De új a marketing esetek? Az ötlet nagyon jó, hogy minden állat, vagy minden városban nem, szabadon engedtek valakit. Nem ötlet kérdése volt, hanem véletlenül tényleg megszoktak az állatok. Ez egy véletlen egybeesés, tehát igazából nem terveztünk ilyesmit. Nem tudjuk, hogy ki nálatok az az elkötelezett állatvédő, aki mindig szabadon akar engedni az állatokat, de mondd meg nekik, hogy csak ott engedje el, ahol azok az állatok őshonosak. Igen, itt... Rendben van. Okay. Nincs valami belső ellentét a cirkuszban? Nincs valami bohóc, aki feljebb akar lépni? Igazából nem az történt, hanem most érkeztek ezek a póni lovak Olaszországból. Nem új lovakról van szó, tehát ez az övéké volt, csak hátrahajták, mert nem volt hova betenni. És amikor megérkeztek és szedték ki őket a kocsiból, akkor az egyik ember, aki fogta, véletlenül valamiért megijedt és elengedte. És jaj, póni! És közben a másik ló meg utána rohadt, hogy elnézés közben a zajért, mert közben zajlik itt az építés Tegeden, most itt jaj, hittem azt mondta, hogy elnézés, a zajért éppen meglépett az elefánt. Mondom, most már tényleg valamit csináljunk. Úgyhogy igazából ennyi történt, de menj a tigris utáni, majd elkapom a pónikat. Hát az a baj, hogy egy ló nagyon gyorsan tud szaladni, és hiába gondolta az az úr, aki utána rohadt, hogy most el megfogja, azért nem olyan gyorsan sprintel, mint egy ló, úgyhogy egy kicsit kellett egy kis segítségnek, de fogjuk. Figyelj, körülötted nincsen esetleg egy fiatalabb ötvös, aki már átvenné szívesen tőled a marsal a botot, és el akar lehetetleníteni ezekkel az állatkiengedésekkel? Igen, én is valami belsőre gondolom. Van, és remélem, hogy egyszer majd át is veszi tőlem, mert nem olyan kellemes ezeket csinálni. Amúgy itt vagyok a tigris mellett, és nagyon szépen nézegetít engem. Szuper. Nézd meg a lakatot. Szabadon van? Nem, bent van a ketrecében. Kicsit már ott furán is érzi magát. Nem, hát ezt megszoktam. Mi van az oroszlánokkal, akik megléptek azóta? Csöndben vannak? Köszönik, jól vannak, azóta nem volt kedvük meglépni. Nagyon jól érzi magukat. Várják a nagy érdemű közönséget. Amúgy biztonságosabbá teszik a dolgot, mert azért egy póniló megszökik, az nem olyan veszélyes, de az oroszlánok helyzetében azért egy kicsit más, úgyhogy egy ilyen külső plusz ilyen védőhálót kerítettünk közbe teljesen a ketrecei közé, hogyha véletlenül úgy találnak eddig, hogy most megszöknek, akkor még azon is át kell verekedjük magukat, egy kicsit olyan, mint a játék határok nélkül, tehát hiába mennek ki, nem tudnak tovább jutni. Többek között ezért megyek nagyon ritkán cirkuszba, a Viki viszi mindig inkább a gyereket, mert ilyeneket hallok, hogy a nagy érdemű közönség. Ez Feri imádja. Tehát egyszer, ha én voltam
a porodmesteretek nem tudom, elhalálozik, vagy szabadságra megy, szóljatok Ferinek. Feri a legnagyobb cirkuszi kikiáltó, tehát ő ezt imádja, szereti. Én is egy kicsit csodálkoztam azon, hogy mindenki érdeklődik ezek a pónilovak iránt, hogy így megszokták, mert azért oroszlán esetében azt mondom, jól van, hát pónilo nem vagy akkor a szenzáció, de hát úgy látszik mégis. Vérpóni. Igen. De te voltál ott? Én voltam, a budapesti előadásatokon voltam. Hibátlan volt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hát, csak itt, csak most, hát, csak önök! Hát a legjobb. De ez vagy tulajdonképpen. A legjobb. Hát Feri a porodmester, nem? Feri a kikiáltó. Hát ezt te imádod. Igen. Szegedre mentek tovább, tényleg? Igen, Szegeden fogunk kezdeni holnap, és annyit is szeretnék hozzátenni, hogy az ötös cirkusz azért nem csak arról híres, hogy állatok szöktek meg, azért történnek itt más dolgok is. Például a minap születtek kis mosómacik a cirkusznál, 4 kicsi egészséges mosómedve, és nagyon szépen fejlődnek, úgyhogy azért történnek itt jó dolgok is. Nem csak... Még megvannak? Meg, persze. Még, még nem tudják kinyitni. Már látom a szalagcímeket a szegedi újságokban. Mosómedvék lepték el a várost. Hát igen, azért az érdekes lenne. Egy kicsit még fejlődniük kell az, hogy egyáltalán el tudjanak menni. Igazából csak tegnap nyílt ki a szemük. Van 2 hetesek most közben. Na jó, de ennek azért jobban örülünk, mint hogyha azt olvasnánk, hogy tigris a dómnál. Igen. Vagy lehet, hogy elvisszük sétálni az egyiket forrázva. Hát csak vicceltem. Hát ez jó lenne, hát az emberekhez egy kicsit közel. Régen volt az, hogy ilyen rácsos autókban vitték körbe, ilyen nagyon nyomorult módon egy fáradt, leszedált majmot, 2 ilyen kutyát, amit hóleopárdnak álcáztak, meg egy ilyen fél szarvast, és ezt sajnos vitték körbe. Sajnos előfordult a cirkuszoknál, igen, de ezért már ezekről leszoktak, és nem is igazán lenne helyes ezt csinálni, úgyhogy ilyesmit nem csinálunk már. Viszont van egy oroszlán itt a cirkusznál, ami tökre készhez szokott, és akár még pórázban is lehetne vinni. És nem bántana senkit. Ez az az idős oroszlán, az a Markus, vagy ez nem az? Nem, az már nem él, ezt úgy hívják, hogy Zeus, és mindössze 4 éves, de ilyen hatalmas sím oroszlánt én még nem láttam. És tök szelíd. Tehát és fogalmas is, hogy került. Igen. Amikor az elszökött 3 visszajött, akkor jött velünk. Megjegyezett, hogy várjátok a tulajt. Nem tudom, hogy hallottatok-e a berber oroszlánokról. Gyönyörű állatok. A berber oroszlánok a Vadonbarin úton kihaltak, viszont egyes cirkuszoknál még vannak leszármazottak, tehát a cirkuszoknál valahogy megmaradt ez a faj. Igen. Ezt nem tudtuk. Ez egy fontos információ. Így van, igen. Na, ha legalább majd tudjuk. Meg a szegediek is tudni fogják. Te, azok nem egy berber oroszlán. Már neked ki kellett volna hallod. Már itt van a kötvösség. Berber oroszlán, mi? Igen. Na jó van, hát jó munkát nektek. Vigyázzatok magatokra. Köszönöm, és üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat is, úgyhogy köszönöm, hogy hívtatok. Ciao, köszi. Szia, hello. Ciao, ciao, hello. Hát én szeretem őket. A cirkusz nem szeretem, de ő nagyon szimpi. Igen. És nem egy ilyen parázós típus. Hát most a pónilovak azért az tényleg nem egy olyan nagy dolog, nem? Gondolom, minden nap elszöki. Hát te szoktad mondani, hogy a póniló a legszemetebb ló, hogy harap, csíprú. A póni az egy teljes kisebbségi komplexussal, igen. Vannak gyerekekhez szokott pónik, és rá is tudsz ültetni gyerekeket, de a póni azért az veszélyes. De azért a kis csivava, meg a kis kutya, tudod, a leghangosabb, mindig neki megy a nagynak. A póni is ugyanilyen frusztrált, hogy ott vannak a nagy lovak, lú, csípar, én szeretem a pónikat. Nem lehet, hogy a póni átfért a rács között. Hát egyébként hát, tényleg. Igen. Oroszlánokra volt szabva. Na jó van, várunk még friss közlekedési híreket, jó? Mi pedig jövünk mindjárt egy rövid szünet után a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan. 9 perc múlva jó reggelt kívánom mindenkinek, kis birkozás. Azt mondja, hogy trafi Győr felé az egyes bevezetőn a MOL kútnál. Fehér Seatból, mérnek mindenki vigyázzon. Aztán azt nézem, hogy Pilisen mérnek Albert Irsa felé, ezt Gabesz küldte nekünk. Gabesznak köszönjük. Lézesó a 6-os úton Budapest felé a Kampóna magasságában. Hát ez is. Most jött valamint a gyorsforgalmi Becséstől a határútig jól járható. Balázs, állj le a szintetikussal. Köszönjük szépen. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Nagypapik, nagymamik, unokák, szülők. Hát ez egy elég komoly téma volt, ugye. Pécsi Ildikóról beszélgettünk, hogy nyilatkozott egy napilapnak, és elmondta, hogy megromlott a kapcsolata mennyivel, és hogy ő ott a kertben sokat játszott az unokájával, és mennyire sajnálja már, hogy az unokája és ő elhidegültek egymástól, hogy ennek mi az oka, nem vitattuk, nem hívtuk föl, nem is akartunk az ő magánéletébe ilyen téren belemászni, egyszerűen csak elolvastuk a cikket, és eszünkbe jutott, hogy hát érdekes pontja ez az együttélésnek, amikor a gyerekekből szülő lesz, a szülőkből pedig ugye nagyszülő,
És ez egy új csillagállást mutat. Ugye? Vannak surlódások, ugye? Vannak surlódások, vannak elvárások, vannak feszültségek, és hát mindenki kicsit máshogy látja a gyermeknevelést, és ennek egy kiemelkedő pontja az, amikor a gyermek megérkezik az unokával, hogy az unokát ott hagyja a nagymamánál. És aztán elindul az elkényeztessük, vagy ne. Ugye, hogy finom a mama csülkös, babi, lecika. Az tényleg finom. Igen. Egyen a gyerekédességet, vagy ne egyen, milyen szabályok vannak. Egy anya felülírhatja-e az ő anyja szabályait, kinek a szava erősebb, kikivel konfrontálódik. Erről beszélgetünk, hogy milyen élethelyzeteket szül egy unoka, ugye? Mert hogy vannak bizonyos élethelyzetek. Azért érdekes, mert hogyha saját anyukádat támadod ebben, hogy ő nevelt téged. Igen, ez hát csak és ezt mondja egy ugye? Nagyszülő, hogy téged is felneveltelek, nem mond meg nekem, hogy mert hogy bánjak az unokámmal. Anyussal más, ugye? Anyussal más a helyzet, igen. Szóval erről beszélgettünk, akkor rengeteg hallgatói hozzászólás jött, rengeteg SMS-t kaptunk, hogy ki hogy próbálja ezt a dolgot megoldani. A gyermek otthagyását, táboroztatását, nassoltatását és tévéztetését nagyszülőkkel. Hmm. Valamint szóba jött újra a motorozás, már nem is tudom, hogy merült ez fel, egy hallgató megkérdezte, hogy mi a helyzet a motoros vizsgával, kressz vizsgával, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy jó-e az, hogy az ember 40 évesen elkezd újra motorozni, illetve nem újra először, kell-e ilyenkor már ilyen nagy dolgokba belevágni, vagy hagyni kell az egészet a fenébe? Hát neked hagyni. Valószínű egyébként, de tényleg. Erről beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 múlt 2 perccel. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság van? Én értettem, amikor mondtad azt, hogy kívülről nézed. De jó, tényleg? Hát, mi is valaki. Mindig kívülről nézünk téged, de egyébként tényleg ez van, hogy a... De nem, hogy az utóbbi 2 hét az valószínűleg ezek a, amit a Jani mondott, ezek a légnyomás frontok meg jönnek. Délutára elvonul. Nem tudom. Azok most engem is ilyenné tesznek. Érzed ezt? Tehát folyamatosan azt érzem, hogy mintha a Ferivel bepálinkáztunk volna, hogy igen. Forog a világ, aha. Tehát hogy belül, tehát nem kívül most, hanem hogy belül. Hogy mind a ketten beszítok, de csak te fizetsz. De igen, nem istenek, rossz ötlet. Hál' Istennek azt a Ferivel szemben nem szoktam érezni, mert a Feri egy gavallér. Ő gavallér egyébként. Ő mindig elintézi, hogy ingyen ígyunk. De van valaki ilyen. De akkor te is szoktad ezt érezni. Mondom, az utóbbi 2 hét az teljesen ilyen. Most is, nem tudom, itt vagyok, vagy ez csak itt, úgy itt. Álmodom, hogy ezt beszéljük. De örülök, hogy ez valaki érti rajtam ki, kicsit magányos vagyok ezekkel az érzésekkel, de akkor most egy picit jobb így, hogy ezt te is érzed. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ez az egy jó szerdai bugi. Igen. Ajajaj, hello, jó reggelt, Balázs, hello. Csabi, azt nem tudom. Csak rányomtam. Csabi is itt van, Jani, Feri, hello, jó reggelt, Morning Show, ciao. Jó reggelt. Hello, hát nem mondtad, hogy Morning Show, pedig írtál nekünk jó. Ó, basszus. Igen. Azaz. Pedig van új baseball sapkánk is. Bizonyám. Igen, hát, nem számítottam, most épp nagy munkában vagyok, egyáltalán nem számítottam rá, de köszönöm, hogy hívtatok. Hogy hívnak, nem írtad alá? Attila vagyok. Hello, Attila. Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen konfliktusok vannak szülők, nagyszülők között, ugye amikor is az unokáról van szó, azt írtad, ma már még 15 évig Gergőnek szólítottak, pedig szüleim az Attila nevet, bocsánat, akkor itt van a neve, igen, pedig szüleim az Attila nevet adták nekem, csak ők ezt nem fogadták el. Na Gergőként. Azért ez nagyon kemény. És a csavar az a dologban, hogy kaptam egy második keresztnevet is miattuk, amit ők választottak, hogy Richard, de ennek ellenére mégis Gergőnek szólítottak. És beválasztották ezt a nagyon szép Richardot. Richard, jó kis Richard, és ráadásul Gergőnek hívtak aztán. Igen. Hát nem volt egyszerű gyerekkorod. Hát túléltem valahogy. Igen. Jól van, figyelj Attila, te vagy a naphallgatója. Ajándékcsomagot valóban nem tudunk adni, mert nem mondtad, hogy Morning Show, viszont ennek ellenére te vagy. Rendben, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? Most épp itt az Arany János utca környékén vagyok, Budapesten. Arany János utca környéke. Jó van. Attila, köszi, hogy írtál, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Szia. Hello. Azért ez milyen kemény, nem, hogy nem fogadod el, amit a saját gyereked választotta az unokádnak, és Dafke 15 évig máshogy hívod. Hát szegény nem? Gyereket képzel, de hát azt se tudja, hogy most akkor neki mi a neve. Ki? Mert... Ja, én? Ja. Megyek, egy idő után a gyerek beleszocializálódik, megszokja. Csak képzeld el azt a szülőt, aki tudja, hogy az anyja olyan makacs, hogy nem hajlandó elfogadni. Tehát az, amikor a nagyszülő még mindig gyerekként néz a saját gyerekére. Pedig már azért ő is gyereket nevel, nem? Attila, gyere ide, Gergő! Igen. Azért ez nagyon, nagyon. Egyszer volt ilyen, képzeljétek el, a Kimásság műsorban egy idős bácsika betelefonált, mert ugye az unokájának születésnapja volt, és hát megkérdeztem, hogy hívják ezt a drága gyermeket, hogy hát köszöntsük fel akkori név szerint. És képzeljétek el, hogy szegény zavarba jött.
Nem tudta az unokája nevét. És hát ugye vannak már ezek a különleges nevek, mint a Rómeó, meg a Bennett, meg nem tudom. Tehát, hogy, és szegény öreg vidéki bácsika ezeket nem tudta értelmezni. És nem tudom, mert nem emlékszem már, mint a Jessica, vagy Jennifer, vagy valami hasonló volt a lánynak a neve, de nem Júlia, meg nem Erzsébet. És gondolkodnia kellett. És hogy hát mi csak mindig picikémnek hívjuk, és úgy, és hát vicces a helyzet, de közben meg mégsem. És nem tudta egyszerűen a nevét. Nem bírta megjegyezni ezt a valamilyen különleges nevet. És azt hát valószínűleg épp ezért ő is teljesen más néven hívja, picikém, mutikám, babuska. Egyszerűen, és amikor rendes nevére rákérdeznek, akkor nem tudta. Pedig hát, már nem tudom, 8-9. Születésnapja volt szegénynek. Hát van, nem volt ilyen szoros annyira a kapcsolat, igen, nem, ezért csak tudod az unokát. Túl sok volt az unoka. Volt vagy volt még 8 unoka, igen. Csabi, de egy kis, egy valami szép dalt küldenik a kis, hogy is hiány. Vagy sok volt a pálesztet, igen, az is lehet. Nagyon meg minden felte. Olyan szemtelen, a szemes álljól a kis, hogy is hiány. Ja, is olyan szemtelen a gyerek, te, hogy... Múltkor is itt volt nálunk is, hogy is hiány. Na milyen zenék lesznek, Csabi, remek zenék? Képzeljétek el, én olvasom mindig ezeket a sztár híreket, és sosem tudom eldönteni, hogy mennyi az igazság belőlük. Most a Miley Cyrus-tól fogok hozni egy régebbi, általam nagyon kedvelt slágert, és hát Miley Cyrusról azt olvasom, és nem tudom eldönteni, hogy neki ilyen közlési kényszere van, mindent meg akar osztani, ami vele történik, vagy csak egyszerűen az újságírók összehozzák a bulvár médiában ezeket. Most kiposztolt magáról egy képet, ahol nem tudom, fel van díszítve egy kert mindenféle színes lufikkal, meg ilyenekkel, plusz egy másik kép a kutyájával, és azt írják, hogy ő megünnepelte szegény kutyája elvesztését. Megünnepelt, hogy elhúnyt az ember? Ilyen, igen, nem. Hát nem, igen, hát nem azt ünnepelt, hogy elhúnyt az ember. De ezt mondta, tehát, hogy kutyája elvesztését. Jó, de nem az, hogy jaj, de jó, meghalt, hanem csinált egy ilyet, tudod, sírva vigadunk. Emlékbulit szervezett, de olyan vidám színekkel mindent, tehát buli kép van feltöltve mégis róla az interneten, plusz egy a kutyájáról. Jó, és mi az igazság, Csabi? Na ez az, amit nem tudom, hát segítsetek már eldönteni, hogy akkor ez most az van, hogy ő mindenképpen bármi is történik vele, jó vagy rossz, azt szeretné közölni a nagyvilággal, vagy a nagyvilág szeretne róla mindenképpen közölni valamit, hiszen egy ismert sztárról van szó. Nem vagy te már túl idős, Csabi, ilyen híreken gondolkozzál? De szép volt. Mert érted, egy 20 éves ezen gondolkozik, de lassan 50 éves vagy, és ezen gondolkozik. Ez most nem a Miley Cyrusról szól, ezt olvashattam volna rólad is, érted? Ez is, mondjuk ez is igaz, igen. Meg a Feriről, vagy ilyen. Nem, nekem nincs kutyám. De nem kutya, de bármi, megírnak rólatok valamit, és nem tudom, hogy ti mindenképpen szeretnétek azt megosztani, vagy a újságíró közeletekbe se járt életetekben, de azért mégis írnak rólatok. Hát sokszor az utóbbi egyébként. Na, sokszor ugye? Az utóbbi, igen. De hogyha esetleg tényleg ez történt, hogy Miley-nak elpusztult a kutyája, akkor őszinte részvétünk innen is a magyar rajongók nevében. És a Wrecking Ball. Ha vannak ilyenek. A Wrecking Ball egyébként, de nagyon jól énekel benne. Nagyon szeretem, ahogy énekel. Jó van, meghallgatjuk. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, jó? Így. Ez az ő telefonszáma, kérjetek tőle dalt, egészen nyugodtan, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, a